és uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt 11 perccel újra itt vagyunk. Hello, jó hát reggelt! Sziasztok! Jaj, de jó! Péntek! Péntek van, jó reggelt kívánom mindenkinek. Hűvös van, ezt már mondta mindenki, meteorológia. Hűvös. Karolina, mindenki, gyerekek, egy fokot mértem, aztán volt, ahol nullát. Ez októberhez képest azért picit arcátlan, úgyhogy nagyon hideg van. Nagyon hideg van ma reggel. A szerencsések közé tartozol. Tudod, ez mindig fokkal. Igen, van, ahol mínusz 5, mínusz 6, plusz 3, de hogy általánosságban az, hogy baromi hideg. Én rátámasztottam az államat a radiátorra, amit már hál' Istennek ezen a héten fűtenek. Hogy most tudjak beszélni. Nagyon durva egyébként ma csak egy ilyen 3 fokocskával dőlt meg a hideg rekord. Romhányiak, most megint ők a nyerők, idézőjelben. Mínusz 8,2. Azért az elég erős. Nem, most már október. Nagyon durva. És ami a legdurvább az egészben az, hogy viszont Vas megyében, Káldon 5,9 fok van. Tehát jelenleg. Fürdőnadrágosak, mi? Tehát, hogy azért az 14 fok különbség. Te nem lehet, hogy ezek a kis kemptöréles haverjai túl gondolták a cuccot? Tehát, hogy túl ütötték? De olyannyira, hogy akarok róla beszélni, mert hogy Svédországban elismerték. Gyönyörű. Elismerték a permetezést Svédországban. Igen. Tehát innentől kezdve azért már picit nehéz lesz nektek. A zöld párt szóvivője felszólalt, van tök friss hír, és felszólította a kormányát, hogy nyugodtan tegyék meg. Abba. Nem, hogy ismerjék el, és elismeri, és tud róla, és felszólította a svéd kormányt. De előtte voltak a Fidneknél. Hiszen átjárnak, tudjuk. Gyerekek, az ügy komolyanik. Mondom, Svédország elismerte. Elmondta, hogy kik csinálják, miért csinálják, mi van a levegőben, és beismerő vallomás. Tehát, hogy igen, ő is tud róla. Bizonyítékai vannak, és felszólította a kormány. De ezeket nem vett elő. De teljesen egyértelműen elmondta, megnevezte az embereket, mondta, hogy ezt és ez is ez van a levegőben. Igen, ismerjük be, csináljuk, mi is benne vagyunk. Hát nem tudom, mit csinálni, gyerekek, ez van. Úgyhogy kemény, majd akarok róla beszélni. Szerintem ez most már azért fokozódik. Azért a fogalmazást azt írjuk, hát nem Svédország ismerte be, hanem egy finn útról hazatért zöld pártos. Igen. Nem ugyanaz. Vagy egy jamaikai útról hazatért zöld pártos, aki nagyon be volt szívva. Azért ezek már jelek, szóval, hogy azok nagy összeesküvés elméletek lennének, azért olyan sok összeesküvés elmélet nem kerül be parlamentekbe. Na, Svédország melletted áll, és a többiek? Igen. Ja, mikor csatlakoztak? Vannak azért még egy páran. Csak a svédek? Hát olyan messze vannak, meg zabálják azt a húsgombócot, biztos megőrültek tőle. Nem? Attól nem, de azért fél évet sötétben élni el tudjuk képzelni. Nem minden reggel ez van, és nem mínusz 10, hanem mínusz 40. Ott még nincs fél évig sötét. Hát ott is jó. Az még egy kicsit följebb van. Na, mindegy, ők meg svédnek, de a többiek még támadnak. Igen. Ülj előre. Megsvédnek. Na mindegy, csak egy mondatot akartam majd róla beszélni. Mi újság egyébként? Hú, minden a legnagyobb rendben van. Figyeljetek, tegnap olvasom olyan jó kis cikket arról, hogy milyen ütemben épül mellettünk ez a stadion. Tudjátok, milyen ütemben? Nagyon nagy. Gyors ütemben. Azt látszik. Na, csak ennyit akartam mondani. De egyébként tényleg megdöbbentő. Olyasmit egyébként szerintem viszonylag ritkán lehet hallani, meg olvasni ebben az országban, hogy valami jóval korábban be fog fejeződni, meg jóval korábban célba ér, mármint egy építkezés. Mint ahogy egyébként azt tervezték, ez igen. Ez itt mellettünk, igen, és ilyen megdöbbentő adatokat sikerült így betáraznom belőle. Például azt, hogy a vasszerkezetből másfél lánchíd jön neki egyébként. A megmozgatott földmennyiségből mondjuk 3-szor lehetne 1 cm magasan beborítani az egész a Városligetet. Illetve ami nekem nagyon szimpatikus az, hogy gyakorlatilag az előző stadionnak, a régi stadionnak az elemeit gyakorlatilag 100%-ban beépítették az újba. Úgyhogy lecicled a stadion. Igen. Nem tudom, honnan jönnek ezek a srácok, hogy kiképítik, honnan jöttek, mit csináltak, de építsenek mindent. Igen, viszont ha ezt befejezték, akkor mehetnek át az egyes villamos vonalára. A szabadidők, ebédidőkben menjenek át a Hungáriára. Igen, egy kicsit dolgozzanak, csak az is halad. Ez nagyon jó, tényleg. Hát itt mi nap látjuk, hogy így, ha csináltunk volna ilyen fázisfotót, egyébként tervbe vettem, hogy egy ilyen fényképezőgépet, egy olcsóbbat valóban beszerelünk fixre. Ja, igen. És minden reggel 10-kor így nyomsz egyet. És meg lehetett volna csinálni egy ilyen nagyon jó sorozatot belőle. Igen, tényleg nagyon durván épül. Igen. Úgyhogy, és lesznek csak a Fradi Lukereknek, mondom, hogy lesznek ilyen hétvégén bejáros túrák, tehát hogyha utána néznek, akkor így körbe is mehetnek majd. De most az építkezés alatt? Szerintem igen. Aha. Legalábbis nem fogalmaztak egyértelműen dologgal kapcsolatban, de szerintem igen. Hát gyerekek, jönnek a választások, azért ez minden országban így van, erről tegnap is beszéltünk, hogy ez a teljesen mindegy, hogy ki van éppen hatalmon, ez a mindenkori hatalom egyik jellemzője, hogy
hirítani kell, ugye, és azt kell, hogy átadtuk ezt, megépült ez, hát ezt csinálta az előző politikai klientúra, ezt most is ők is, ezt mindenki csinálja. Ezért szorgalmaznám. Szeretik ennyien a focit, hogy ezzel érdemes jó kezdeni? Na ez ugye, innentől tehát, kezdve már... Nem majd megszeretik! Ez már innentől kezdve egy teljesen másik kérdés, hogy van-e értelme, vagy nincs értelme. Én azt gondolom egyébként, hogy nincs nagyon, de maga az építkezési hullám, az teljesen érthető. Csak hogy mást is rendbe lehetett volna hozni, van ebben az országban egy csomó minden, amit így föl lehetett volna építeni, mint ezt. Persze. Én mindig azon gondolkozom, tudom, hogy a Fradinak van a legnagyobb szurkoló tábora, de hát azért az se fedi le az országot. Így van. Mászófalat minden iskolában. Na mondjuk azt. Na én például ezt szorgalmaznám. Hát hogy? Hát milyen beruházások vannak, ami a futballt érinti, és nincs sok értelme, 600-an ülnek a lelátón, hát hogy ne? Hát azért erre nagyon sok pénz szebnapokon. Jó melegbe. Tessék? Na mindegy, szebnapokon, igen. Hát ezért szorgalmaznám én azt, hogy minden évben legyenek választások. Egyrészt ugye a vetésforgó is jobban működne. Hát ez nem, én azzal például nem értek egyet. De az építkezések is sokkal nagyobb ütemben legyenek, mindenki nagyon izgul a következő választásokat kinyeri. Nem? Én pont azt mondanám, hogy legyenek mondjuk 6 évente választások. Hogy legyen. Valahol igaza van, mert ugye mikor megnyersz valamit, akkor egy évig még rendet vágsz, vagy megpróbálod kiismerni magad az útvesztőben, akkor esetleg elkezdesz valamit csinálgatni, az utolsó évben már koncentrálsz a választásra, tehát maga az az üzemidő. Hát nem is az utolsó évben. Vagy már az utolsó kettőben. Utolsó kettőben már ugye készülsz a választásra, osztogatsz ez azt. Tehát tulajdonképpen effektíve kormányzással töltött idő az mondjuk egy 1,5 év. Ja. Mert utána már a következő választás reményében hozol döntéseket. Ugye? Tehát vagy ígérsz, vagy adsz, vagy osztasz, vagy megvonsz, de hogy az már mind arról szól, hogy te maradj hatalmon. Most nem, tehát ugye mindenkori politikai hatalomról beszélek. Tehát egy 6 év, abban azért, ha 1 évig takarítasz, 4 évig kormányzol, akkor még mindig 1 évig készülsz, de így akkor van. 4 évig érdemben kormányozhatsz. De 4 éves periódusváltásokban nincs igazából 4 évi érdemi kormányzás. Hát ha megnézed, már most készülnek a jövő évi választásokra. Már most ugye a jövő évi költségvetést kell eldönteni, meghozni, már annak fejében hozzák a döntéseket, nyilván, és mindenki ezt csinálja minden országban, hogy ugye hát azért ne veszítsenek, hogy éppen nyerjenek szavazókat. Amit aztán majd vissza kell fogni, ha megnyílik a választásokat költségvetésileg. Szóval ezért fura ez a 4 év. Uh-huh. Nem? Egy 6 év. Hát igen, csak ha mellé húzod az X-et, akkor utána 6 évig szívsz. Igen, de hogy van idejük szerintem mindenkinek. Szerintem nem egy rossz. Kevés ez a 4 év, hogy érdemben valamit csináljon az ember. Na mindegy. Jaj, gyerekek, megy már Homeland. Néztél? Jó? Hova? Egy. Semmi, kicsit leestem most a vonatról, mert Janival állandóan forgatunk. Így van. Aha, ez most a trippünk, ezt toljuk. Így van, annyira rákaptunk az ízére. Már aludni is akarunk sokat. Tegnap is forgatunk. Ja, nem, az annyi kell azért, hogy legalább igen, néhány órát külön töltsük. Jó, az jót tesz az a néhány óra, nem? Igen, az kicsit, hogy felfrissíti a kapcsolatunkat. Hát tegnap is 9 körül tegnap, fejeztük be. Tök jó. Tegnap egy 2 órát voltunk külön körülbelül. Igen. 3-an. Délután. Persze, rádió után még egy kicsit értekeztünk, utána egy kicsit mind a ketten hazamentünk. Aztán visszamentünk. Aztán egy kicsit forgattunk ezt-azt. Aztán 9-kor elváltunk, de csak azért, hogy most megint együtt töltöttük a pénteket. Most a csomitartóban elaludtál volna náluk, nem? Szerintem simán. A fi, 9-kor elindultatok a forgatás helyszínéről, mondjuk akkor még ülhetsz elől az anyósülésen, dumáltok, amíg Bali hazaér, hátrafekszel, és akkor reggel nincs koránkelés, semmi, csak alszol, és amikor érzed, hogy lötykölődik az most autó, hogy zötykölődik, akkor már benne is teljesen vagy. Rendben, most gyúrom óniáikat, hogy költözünk át a Kecombol Balázsék csomagtartójába. Ugye? Gyerekek, van hely. Miért? Ugyanaz, hát most. Jöhettek a lakásba is, van hely, hál' Isten. Megalszotok a vendég emeleten. A vendégszoba az még, ugye, van egy vendégemeletünk. Igen, nekünk vendégszoba, meg a vendégemeleten. Oda is járhat a komornyik, vagy ez csak nektek van? Az komornyikmentes övezet. Az komornyik. Oda nem jön senki. Tietek mind a 600 négyzetméter, jó? A vendégemeleten. De jó volt, legalább viszont annyit elmondhatunk magunkról, hogy nagyon jól szórakoztunk tegnap este is. Úgyhogy jó volt. Jó volt, jól éreztük magunkat, ezeknek az önfelett pillanatoknak majd a képi lenyomatát, meg a hangi lenyomatát is majd láthatják, kedves hallgatók, természetesen vasárnap esténként, majd a jövőben, de hogy jó volt, nagyon jó volt. Nem most, jövő héten vasárnap. Nem most. Este 9 órától. Wunderschön és szuper szexi. Á, ezt engedd el. Miért? Persze, jó, nem az a lényeg. Aha.
ha a műsor jó, akkor nem számít a címe is. Ha a műsor rossz, akkor a címre fogjuk. Így van, ne, akkor ne. Igen, mert az, azzal azért nem lehet videkezni, tudod, hogy á, de legalább a műsor címe jó, ugye, ha már a... Na mindegy, hogy igen, igen. Nem, inkább a műsorra törekszünk, arra törekszünk, hogy egy picit jó legyen, és egyre inkább úgy érezzük, hogy jó is lesz. Na jó, van, most, hogy így megdicsértetek magatokat, megnézzük jövő hét vasárnap. Ezt akartam kérdezni. Homeland melyik csatornán megy, kérdezik. Hát gyerekek, azt nem tudod beköttetni. Gyerekek, azt nem. De... Laptop TV. Hogy töltsetek le? Tehát harmadik évad megy. De nem volna. Adják sehol az elsőt. Dehogy nem, hát aki még nem látta. De, XN, RTL vagy valahol. Nem? Aha. RTL? RTL leadta. Uh-huh. Leadta elég fura szinkronokkal. Szerintem az RTL 2. Aha. Viszont van most egy új film a moziban, meg akarom nézni. No. Commerce, tehát... Meg akarjuk nézni? Akár. A Sandra Bullocknak. Most már oda is. Az igen. Az űrfilm. Az fú, nagyon dicsérik. George Clooney-val. És állítólag azt nagyon nagy moziba kell megnézni. Tehát ez gravitáció? Nagyon... Igen. Igen. A gravitáció az. A Sandra Bullock, George Clooney. A George Clooney-tól a hidegráz. Nem áll. Hát ne legyen már astronauta. De tényleg ne. Tehát erre azért nem, ezt nem tudom elképzelni, George Clooney astronauta. Én így vagy. Nem, de hát nem. Most már minden volt, de most már tényleg ne legyen már astronauta mellett. Nem mi? Tudom, tehát a Sandra Bullocknak úgy elhiszem. Rendező, színész is. És még a Sandra is megölelgetheti. És egyébként meg még mindig azt csinálsz, amit akarsz, te szemét, hogy nem veszel már el valakit. Szerettem, amikor mit tudom én Dubájban valamilyen politikai menekültet játszott. Szerettem az Ocean, szerettem a politikai trilógiáját, szerettem az űrhajós filmjében, amikor a Solarisban. Tehát, hogy vannak jó filmjei, de egy ilyen hollywoodi playboy, tudod, ott ilyen szkafanderben, ott még ott is ezzel a kettő darab sármas nézésével úgy földéz, miközben éppen lebegnek az űrbe, ez valahogy nem annyira. Viszont ez jónak tűnik. Jónak tűnik a film. Szépnek, meg jó. Igen, meg a rendező is nagyon jó. A kritikák, hogy ezért találták ki a 3D-t, és a, melyik az a nagyon széles vásznú mozi? IMAX. Az IMAX, hogy ugye ez az a film, amit ott kell megnézni, mert hogy annyira látványos és annyira szép. Igen, az az érdekes ebben a film, hogyha valaki beülné, megnéz, akkor ez van az elején egy vágás nélküli jelenet. És ezt nagyon szereti ezt a rendező, több filmje volt, ahol ezt alkalmaz, ami azt jelenti, hogy elindul a film, és nincs benne vágás. És ami 8 vagy 10 percen keresztül nincs benne vágás. Állítólag az év snitje. Tehát, hogy így beülsz, popcorn, elkezded nézni, és megáll a kezedbe a pattogatott kukorica, a föld kívülről olyan perspektíva, hogy megőrülsz, olyan színek, hogy kész vagy, és 10 percen keresztül nincs a filmen vágás, csak ahogy forog a föld, jön az űrhajó, mit tudom én. Jancsó Miklós libabőrös lesz. Hát, ott többen azért, igen. A többen. Lovak nincsenek benne, úgyhogy annyira nem. Sajnálom. Ő csak az ember gyermekét, arra nem tudom, nagyon jó kis film. Mikor nem szülnek már a nők, és akkor találnak egy gyereket. Nagyon jó kis, ilyen apokaliptikus, dehogy nem. Igen. Szóval érdekes rendező. Alfonso Cuarón úgy hívják. Alfonso Cuarón, igen. De jó filmeket csinál. Meg nagyon szép képekkel dolgozik, úgyhogy hát nagy moziban kell nézni. Ja. Na ezt például nem szabad. Letölteni ennye-bennye? Ebbe ezért el kell menni moziba. Hát kivéve, akinek ugye a vendég emelet után van egy mozi emelete. Igen. És nyomjuk. Ugyanaz, mint az Open Water, amikor ugye két búvár kint marad a vízben, a szafari hajó elmegy, hát csúnya film. Két búvár fönnmarad. Szafari hajó nincs, te búvárként ezt értékeled. Realizálják, hogy a hajó elment, a hajó nem jön vissza. Onnantól kezdve megtörténik a sok-sok baj. Na velük ugyanezt történik, 15 perc, jön valami űrszemét, robbanás, elsodródik. Ezek eredeti Dolby Surround effektek voltak, most még egyszer. Jön az űrszemét, így, elsodródnak, és onnan kettek ezzel. Mi történik két elsodródott űrhajóssal? Erről szól a film. Hát, nem sok jót ígér. Nem, remélem nem lesz happy end, hogy fölveszi őket, mint a Nostromo vagy valami. Tehát, hogy nem tudom, hogy tudják ezt megoldani. Azt nem tudom, hogy van-e visszaút, vagy messzire sodródnak, de hogy elindulnak. Ketten. Ott lebegnek. Hát egyébként köszi, nem? Azért azt old meg. Igen, ha ez megtörténik a természetben, már hogy úgy értve, hogy rendes üzemmódban, hogy elszakadsz az űrhajótól, bár van ilyen kikötő történet, akkor két lehetőséged van. Az egyik, és állítólag az a jobb, hogy föld körüli pályára állsz, mert ugye azt saját tömeged ugyanúgy, mint igen, a szemét megoldja. Van 7,5 órára elég levegőd, ahogy hívjákban, és akkor 7,5 óráig keringesz. Illetve örök időre keringesz. A másik, hogy a gravitáció úgy lök meg, hogy elkezdesz bezuhanni, és akkor viszont égés van. Igen. De az gyorsabb.
Hát melyiket? Ebből a kettőből melyiket? Lehet választani. Hát akkor már inkább az oxigén elfogyás. Igen. Azt gondolom, hogy az még jó. Ott ránézel utoljára Európa. Na, igen. Igen. Hát kemény. Igen, elég magányos sport lehet azért az. Na, úgyhogy mindegy, ez egy izgi filmnek tűnik. És nincs egy kis háti rakétáik, amivel így tudják irányítani magukat. De az csak a visszamenni az űrhajóra jó. Igen, nem, de az űrhajó ugye megsemmisült méghozzá ezekkel az effektekkel. A jó életben. Feri. Értem. Miért érzed ezt a dolgot? Hát én csak bedobtam, de nem jöttek az effektek, gondoltam. Igen, kicsit lerogattam. És még az sincs a filmben, hogy utoljára megcsokolod Sandra Bullockot. Hát, ha... Igen, összeérnek a szkafanderek. Hát, igen. A gravitációval az baj van, hogy feliratos. Hál' Isten, hogy feliratos. De jó írja Murvi. Nem baj. Nem baj, ugyanis az eredeti szkafander hangokat, az eredeti zajokat, zörejeket, levegő vételeket, azokat ott keverik ki. És ha szinkronizálják, akkor ugye ebből az eredeti hangból behoznak valamennyit, de nem ugyanúgy, nem tudják ezt ugyanúgy megcsinálni. Tehát az ilyen filmet nem szabad leszinkronizálni, mert pont azt kell hallani. Ahogy szuszog, röfög, hörög, beszél valamit, kicsit makok, ennek egy része elveszik a szinkronnál, még ha az effekteket át is emelik. Úgyhogy az tök jó, hogy ez feliratos, ez így életű, ez direkt így adták minden országba egyébként, hogy ne nagyon szinkronizálják le, lehetőleg. Aztán mikor van is egy ilyen policy, hogy kérnek szinkron, nem, engedik a szinkron, nem engedik, de hogy ez így ment direkt a hanghatások, az effektek, a hangkeverés miatt, hogy ne vesszen el a szinkron. Meg ne nézd, Bali, rohadt unalmas. Én a képekért akarom, hogy beülök és gyönyörködöm. Tehát ez egy ilyen film. 13 percig nézed a földet, azért ilyen képeket. Hát igen, meg mondjuk a témából adódóan, hát nyilván nem egy ilyen fergeteg, tehát biztos nem egy avatar. Jönnek, mennek balról, jobbra, jobbról, balra rohannak, robbanások, szaladgálnak akár. Hát ketten vannak innen az űrbe. Nehéz. Azért ott olyan sok minden nem történik. Még az irányítóközpontot be tudod emelni. Igen. Esetleg, vagy egy családi kép lentről, ahogy izgulnak értük, de a sztori ez kettőjüké valóban. Így van. Biztos, hogy ritkán úsznak el mellettük hangos tömegben. Nézelődők, járókelők, stb. Hát, ez van. Ilyen az űr. Magányos, mély és hideg. Olvastam. Nem mindegy. Kemény lehet. Hogy állunk játékkal? Nagyon jól. Nagyon jól. Ma fogod eldönteni. 2-2 igen, van. Tehát nagyon jó volt tehát tegnap, ezt ma is megteheted. Visszahoztad a reményeket, akár még győzhetünk is. Most már 3 hét után először. Dehogy is, múlt hetet buktuk, meg az előtte valót, meg... Hát akkor többé-kevésbé igazat is mondta, ugye? Nem, a múlt hetet vesztettük, de előtte nyertünk. Aha, gondolom fölényesen. Hát 3-2-re. Ez, amely most kikapunk, akkor már 2-t el 2 hetet elbuktunk. Igen, ez nem lenne jó. Jó, na hát meglátjuk, hogy ki lesz a játékos. Jó, SMS-be lehet jelentkezni. Még van pontosan 4 óra, mi pedig jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 10 perc van, pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most indul. Készüljön föl. Hideg van, hűvös van, jövő héten jön vissza a meleg, de hát ez most nem riogatás, tényleg. Nincs túl jó idő, mondhatni. Hideg van. 1 fok, 2 fok. Van, ahol mínusz, úgyhogy csipős a reggel. Na, 2-2 jelen pillanatban ez a helyzet, hát ugye? Hát igen, igen. Nem túl fényes eredmény, főleg annak tükrében nem, hogy ugye múlt héten elvesztettünk a hetet. Hát ez nem sajnos tényeket közös, nem így tudjuk van. Megcáfolni. Próbálunk ellene menni, nincs rá okosság, így van. Sebeket téptél. Igen, nagy sebeket. Na jó, megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggel! Halló! Akkor nyertünk! Ja. Most. Halló, Dia! Halló! Halló, Dia! Halló! Mi újság, Dia? Hát, most keltem fel, úgyhogy sebezhető vagyok. Na, már milyen értelemben? Hát, még elég fáradt vagyok. Ja? Később keltem. Később keltél volna? Nem, hanem később keltem, mint kellett volna. Egyetkor kellett volna kelnem, és félkor keltem. Azért vagy fáradt, túlaludtad magad? Igen.
Állj, te nálam szegény. Nálam sokszor előfordul. De jó Isten. Mikor aludtam túl magam utoljára, vajon? Nem ismerem ezt az érzést. Az megvan, hogy mondtam, hogy van az a program, ahol le lehet tölteni, hogy milyen idő volt tavaly, meg tavaly ugyanezen napon, és két éve ugyanezen napon 28 fok volt. És az emberek strandon voltak? Vissza akarok 28, 28-30 fok volt? Strandoltak? Palatinuszon, meg mindenhol? Az kemény, nem? Ha csak a Sri Léla van kint. Igen. Mindegy. Ezt csak úgy mondtam, Dia, hogy két éve, most mínuszok vannak, két éve ilyenkor még strandon ültünk. És indián nyár volt javában. Hát milyen jó is volt akkor. Bizonyám. Mit csinálsz, Dia? Hát éppen most még félig pizsamában üldögélek az ágyamon, és nézem az összeírt papíromat, hogy az igent és a nemet nem lehet kimondani. Na. És mit tanulsz, hogy hova jársz? Médiát. De hogyha emlékszel, akkor április-május környékén beszéltünk egyszer. A Ben bácsi Beruni néztem veletek, ugyanaz a lány vagyok. Hát most így hazudnék, ha fölüvöltenék, és azt mondom, hogy Dia, az áprilisi Dia. Ez így októberben picit nehéz. De mit, milyen média? Már hogy tudom, mi a média, de hogy mi, melyik suli ez, hogy mit tanulsz pontosan? Hát a Gizella úton, ott a Tököli útnál van egy kis médiás informatikus marketinges minden. Bármennyik most az infót kivették, nem baj? És én oda járok, és mindenféle sajtóval kapcsolatos dolgaink vannak, meg filmeket elemzünk, meg hasonló ilyen dolgok. De akkor nem voltunk túl meggyőzőek, mert szinte biztos vagyok benne, hogy Balázs megpróbált lebeszélni erről a szakmáról. nem próbált. Nem? Pedig láttam, hogy mindenkit leszoktam. Mi akarsz tenni? Engem nem mertél. Mit csinálsz, mi lesz el? Mert azért sokféle lehet, orientálni. Én veletek fogok rádiózni. Persze, igen. No, ez így lesz. De hát ez így lesz. Ezt így kell csinálni egyébként. Önbizalom legyen. Tudod, fejben dől el, ha te ezt így akarod, de már hogy vagy műsorvezetőként? Igen, vagy akár a háttérben is szívesen dolgoznék, de inkább műsorvezetőként én is. Kicsit bedumálja magát, érzed? Jó, jó. Hogyne? Dia, jó vagy. Csak így menj, és mennyi van még ebből a suliból? Még egy év, jövőre lesz az érettségi. Jövőre lesz az érettségi, aha. És melyikünk teljesítmény alapján gondolod, hogy bárki rádiózhat? Hát úgy mindenki. Tessék, így hozzáállni. Jó ez egyébként, tehát ezt így kell csinálni. Az ember nem hisz, vagy nem mer, akkor meg nem jut sehova, tehát ezzel nincs baj. Na, Dia, nézzük, hogy megy a játék, kivel szeretné játszani? Rendben, Janival. Janival, jó választás, én is azt gondolom. Csak ne menjen el rajta a hét! Hallod, Jani? Na, jó. Próbáljuk meg. Szívd föl magad, ne adjuk oda a hetet. Nem akarok fölöslegesen dolgozni. Meg tudod csinálni, Feri. Na jó. Mehetünk? Aha. Hajrá, na, 3-2-1, tessék. Dia, tudtad, hogy a keresztányomat is Diának hívják? Hát, eddig erre még sosem gondoltam. Most már tudod. A Diannának a rövidítése a Dia? Persze. Tudod, hogy ő volt vadászlistenője? Melyik mitológiában? A görög. A görögben? Igen. Biztos? Jó vagy, Jani! Jó vagy, Jani! Lőj el, adjál neki! Yes! Minden! Ez az! Könyörtelen vagy! Elég sajnálom! Felébe! Nem mindegy. Be akartam hozni egy zacskó baby répát és erre fogtatni. Nem mindegy. Hát... De azért ferek voltunk, mert nem örültünk annyira, ugye? Nem, egy kicsit sem, Dia, köszönjük neked. Adtam nektek egy győzelmet. Meg az egész hetet ránk fért. Ja, igen. Köszi. Nem baj, a múltkor nyertem bögrét, úgyhogy most megyek és abból iszom egy kakaót. Sovány igaz ez, sovány igaz. Hello, Dia! Szia, Dia! Ciao, hello! Szép volt, Jani, köszönjük szépen! Szép volt, Jani! Ennyire hiányzik belőlem az empátia és a szerencs. Ez kell, figyelj, ez kell, nincs mese, hát ezt meg kell csinálni. Megcsináltad, hoztad a hetet, lehetsz magadra büszke. Na. Szűkén, de megvan. Így van. Na jó, akkor viszont a múlt hetet elvesztettük, ezt megnyertük, úgyhogy jövő héten újra arcoskodhatunk. 5 perc van pontosan, 7 óra jönnek újra a hírek, aztán jövünk vissza mi. 7 óra múlt 11 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, drága Morning Show hallgatók. Hello, Feri, hello, Jani, hello mindenkinek a hét utolsó napja, péntek, szuper, de jó.
Vettek, de ez szuper nagyon jó. M3-os Szerencs utcánál van egy baleset, ezt Peti küldte nekünk, és ott alakul a dugó. Solymár 10-es útnál már a földúton is dugó van. Üdvözlöm önöket! Köszönjük szépen! Vagy üdvözlöm őket, miattuk a nagy sor. Pilis Csabáron megyek Pestre, az Osannál lévő körforgalomnál áll a sor, 5 perc per 10 méter, kitartás mindenkinek üzeni, Gabez! Szigethalom vasúti átjáróban 3 autó ment egymásba, dugó várható, apám szerint akkora paraszt vagyok, hogy a disznósajtot is lereszelem. Írja nekünk egy hallgató, és itt van még egy hallgatónk, halló, jó reggel! Sziasztok, jó reggelt! Halló! M1 M7 közös szakaszán szeretném bejelent, hogy befele a bevezető sávon a Madaras Áruháznak 2 autó összement, és alakul a dugó. M1 M7 bevezető? Igen, 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 igen. Az Osannál? Igen. Ajaj. Igen, a bámészkodó, mert amúgy nem foglalják az autók helyét, mert az egyik a külső sávban van, a másik a belsőbe, de sok a bámészkodó. Ja, hogy megállnak, katasztrofa turistáskodnak, nézik, kicsit lassítanak. Aha, igen, 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 igen. Oké, köszi, hogy elmondtad. Jó, köszi, sziasztok, szép napot. Köszi Tamás, ciao, hello. 8-as úton Márkónál beterelték a faluba a forgalmat, óvatosan emberek, csacsa, és az 55-ös főút mentén kiszállásnál a temető kerítése mellett megbújva várják a rendőrei az arra járókat. Autójuk helyzetéből ítélve szerintem inkább a Szeged felől érkezőket vadásszák. Ezt pedig papa küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na. Hogy hívják a plázalovat, vásárlót? Jó Isten. Új, de jó. Atya Isten, Rákos utca jól járható. Hoppá! Budapesten a 15. kerületben a Rákos utca jól járható. Hideg az idő, 3 fok van. Anyám szerint, ha reggel fagyos, jégakut nyomok a szemem alá, eltűnnek a szarkalábak. Köszönjük, Erik. Köszi szépen. Csumi Erik. Puszíjuk a mamát. Fagyos jégakú? Ez a klasszik régi hűtőtáskás jégakú? Kék színű? Kék. Benne? Fura folyadékkal? Nekünk van még. Igen? Jaha. Ben, miért a mély hűtőben. Miért nem csodálkozom ezzel, hogy, igen, hogy valahol egy hűtőtáska is meglapul nálatok 6 darab jégakúval. Mit csináltok egyébként egy jégakúval? Hát a táskákat a szeme alól azzal nyomja le. Részben sikertelenül, ugye, nem tudom. Tényleg tök kíváncsi vagyok, hogy mit csinál az ember most. Nézd, ha elromlik, tehát hogyha van például egy áramszünet, akkor azzal a fagyasztott élelmiszerek a hűtőben elég sokáig el lesznek. De a hűtőszekrényben, ha áramszünet van, akkor az 12-16 órán keresztül tartja hideget, mert zárva van az ajtó. Áramszünetnél nem szabad nyitogatni a hűtőt. És mi van, hogyha 14-15 órán keresztül tart az áramszünet? Pered az elmét, akkor már szerintem. Ha ilyen hosszú, akkor elvágta valaki a nullást. Térítsék meg a mézét, mire is sorsnánk az árát. De miért a jégakú az nem úgy van, hogy ami hozzáér, azt tartja hidegen, de az nem ad hideg levegőt le a hűtőszekrényben. Hát persze, nem, az, de valójában... Bármennyi jégakú, az nem hűti le a hűtőszekrény. De átteszi a hűtő táskába a lefagyasztott élelmiszereket. Gyorsan kiveszi, elmegy az áram, kiveszi a jégakút, beteszi a hűtőtáskába mellé, teszi a fagyasztott sóskát. Ahhoz nem kell cirkulálni a levegőnek. Nem csak mondom, hogy ha a hűtőszekrény áramszünet van, a legjobb helye a kajának a hűtőszekrényben van. Hát egyébként a mély hűtő állítólag 10-18 órát tudja tartani, mert nem tud hol kijönni. Ha pedig benne van néhány lefagyott jégakú, akkor még tovább. Aha. És mire jó még a jégakú? Hát például messzire lehet dobni. És fáj. Igen, és nagyon fáj, hogyha talpon talál. De utoljára tényleg anyám csomagolta elő Balatonfenyvesen a fasírozott a zsemle mellől a hűtőtáskába. Tehát, hogy nem nagyon... Én nem tudok a jégakúnak más funkciójáról, mint hogy hűtsön. De hogy elindulsz hétvégén, és akkor berakod az üdítő mellé? Akarsz üdítőt, akkor megállsz, és veszel egy hideg üdítőt magadnak. Hát ki hűti manapság jégakúval a hűtő, az üdítőt? Hát, én. De mi? Azt is szoktam egyébként. De hát bemész egy benzinkútra, és megveszed a hideg üdítőt. A-ból B-be utazunk, viszünk magunkkal egy hűtőtáskát, abban vannak olyan szendók, meg vannak benne üdítők. Várva, akkor nincs benzinkút. Na jó, ne hűtse, hogy mész a várba, és jég a kúha, mész a várba. Hát odáig. Na, nem felé, abban az esetben, hogyha ez a vár mondjuk nem a budai vár, hanem egy kicsit távolabb lévő vár. Igen, messzebbi várhoz mész. Akkor jó a jéga. Én például, ha édesanyámtól hozom föl a fagyasztott termékeit, amiket ő maga tett be, akkor ez beteszi a hűtőtáskába, mellé teszi a jégakut, és nem olvad. De hogy lehetsz ennyire maradni, mint én? De tényleg. Jó, értem, értem. Ez tök jó, persze. Nekem fura ez a kirándulásnál, visszük a jégakut a szendvics mellé, de hűvös, ez... hűvös üdítő nyáron. De nincs ezzel baj. Te nem mondod, hogy nincs elektromos hűtőládátok, ami a szivargyújtóról üzemeltethető. Nincs. Na, tegyünk rendet, nézzük meg, mi a helyzet Kaposváron. Így van, csapjunk köztük szét.
csapjunk köztük szét, vagy egymás között, vagy nem tudom. Ugye hát mindenki hallott szerintem tegnap óta, vagy tegnap előtt hozták ezt a rendeletet. Kaposvári Egyetem rektora odavágott, és azt mondta, hogy elég volt a dekoltás bűnözésből, elég volt a miniszoknya bűnözésből, elég volt mindenből, aki parfümöt szór magára, aki strandpapucsba megy, aki rövid nadrágba megy, és túlságosan kivágott vagy pán nélküli ruhákat, a strandpapucsot, túlzott parfümöt, az erős minket betiltatta Szávai Ferenc, a Kaposvári Egyetem vezetője, vagyis rektora. És hát diákok tüntetnek, ha az egyetem hallgatói önkormányzata mesztelenkedik, vetkőzik. Fúj, megnéztem a videót. Szotómia. Fúj. Igen. Persze. Fúj. Nyilván, az is volt. Hihetetlen, hogy mi történt. Na, hát nem tudom, hogy mit szóltok ehhez, remélem egyetértünk. Hogy ez most akkor micsoda, de tényleg? Nagyon helyes döntés. Ne kezdjétek el ezt megint. Nem tényleg. Kezdjük el. Nem kezdjük el. Szerintem nyilván lehet finomítani rajta. Hogy miért nem tudunk soha egyetérteni. De azt szerintem, ne most ne haragudj, azt szerintem, hogy valaki a diploma osztójára strandpapucsba megy el, nekem valahogy nem fér bele a dologba. Ráadásul én elolvastam a rendelkezést, a szabályzást, tehát szó nincs arról, hogy neked mondjuk hétköznaponként az egyetemre öltönyben és nyakkendőben kell bemenni. Be lehet menni pólóban is, sőt még csak nem is kell, hogy ing nyaka legyen a pólónak, tehát a sima klasszikus kivágott póló is. Azt kéri a rektor úr, én nagy tisztelettel, hogy egy picit így próbáljunk meg arra odafigyelni, hogy ne rövid nadrágba, ne mintha a strandra mennél, mert ez mégiscsak egy felsőoktatási intézmény. Az egy másik kérdés, hogy azt mondjuk, ki a franc dönti el, hogy a parfüm fúvása magadra az mikor remél? Szerintem ez úgy, ahogy van, egy rohadt nagy baromság, Feri. Tényleg. Nem, ez nem a középkorban élünk. Hagyjuk már ezt a kicsit ilyen átkos szagú, ilyen hülye avit intézkedéseket, hogy a nők ne menjenek egyébként kivágott blúzban, ne szórjanak magukra parfümöt, és ne menjenek mélyszoknyába. Könyörgöm, ezek felnőtt emberek. Hát hadd döntsék már el, hogy mennek és hogy öltöznek. Egyébként mi az, hogy erős parfüm, megalakul majd a Kaposvári Szaglóbizottság, és végig szagolják majd az egyetemistánkat? Mi a kivágott fölső? Mi az, hogy ne vegyenek föl kivágott fölsőt? Miért ne vegyenek föl kivágott fölsőt? Sok egyébként, a középkorban élünk. Hát. És ha soknak érzik a parfümöt, akkor mit csinálnak? Hazaküldik, vagy elküldik meg mosakodni? Ugyanez van a sminkkel is. Sminklemosót is vigyél magaddal, hogy le tud aznap mosni. Igazolatlant kapnak? Na most csak azon nem csodálkozom, hogy Ferinek tetszik ez az ötlet, mert én még a Ferit nem láttam itt bent rövid nadrágban. Őszintén szól. Csak hosszú nadrágban láttam eddig a Ferit, és eddig nem értettem, hogy miért van így, de most már tudom. Ugye? Mert te komolyan veszed a munkádat és a munkahelyre. Én itt is bevezetném a nyakkendőt. Miért kell nekem felnőtt férfiként egyetemre egyébként zárcipőbe mennem? Mondjátok már meg, ne legyetek már ilyen konzervatív. Az mit jelent egyébként, hogy zárcipő így alapvetően? Tehát ilyen kis, mit tudom én, lyukacsok se lehetnek rajta, ilyen szellőzőbb, ilyen? Hát az már viszont ne legyen, mert az viszont nem szabályzás, azt egyszerűen csak kínos, hogy makkos cipőd van, ami lyukas. Nem erre gondolom. Milyen feltétlenre gondolom? Milyen nekem például vannak olyan jellegű. Nem akarok tudni, maradjunk Kaposvárnál. Hálós szerkezetű nyári túracipő. Na, ez a neve. Nyári túracipő. Nem nyári egyetemi cipő. De zárt. Nyári túra. Zárt. Tudod, az túracipő az más. De régen voltak azok a cipők, aminek az elején kiukazgatták ilyen tűzre lyukacsos. Fatalának is volt tök menő. Jaj, ne tényleg, ebben ne térjünk erre. A Zillben nagyon jó lehetett használni. Hogy miért nem mehetnének be? Mi az, hogy nem mehetnek be? Hát miért kell ilyeneket szabályozni? Ezt egyszerűen nem értem. Hát menjenek be. Oké, vizsgára ne menjen be strandpapucsba. Diplomosztóra ne menjen be. De egyébként, hogy ő fölvesz egy bermuda nadrágot, az fölvesz egy papucsot, fölvesz egy pólót, és abba bemegy egyetemre meghallgatni egy előadást. Hát ezek nem gyerekek, nem általános iskolák. Be újra a köpenyt, meg... Hát ez kicsit most nyilván átbillenteted a dolgot. Az nem, mert 20-25 hogy... éves felnőttekről beszélünk, ja, 18 éves felnőttekről. Az előbb azt mondtad, hogy ilyen avittas a rendelkezés. Szerintem nagyon. Szerintem nagyon. Használtál még, hogy nálunk fejlettebb kultúrában, Nyugat-Európában például nem hogy kötelező, hanem van előírt öltözködés például. Vannak középiskolai egyenruha, akik abban járnak, minden nap egyenruhában járnak, és ott például a felsőoktatási intézményekben is. Mert ez egy kicsit itt tiszteletet adsz annak, hogy te egyetemista vagy, hogy nem ízi fürdőnadrágban, meg egy ilyen lukacsos trikóban mész. Ezt én értem, meg ez persze, de hogy miért? De most egy nő felvesz egy blúzt. Igen, azt lehet. Oda van írva, blúzban lehet. Igen, de hogy nem lehet, azt mondja, hogy nagy blúz vagy szolid felső. Szolid felső. Uh-huh. Nem lehet nagyon kivágott. Aha. Kosztüm világos blúza harisnyával, és zárt az alkalomhoz illő cipővel, így lehet csak esetleg megjelenni. Ez a vizsga, bocsánat. Igen, a vizsga. Vizsga része a dolognak. Nem áll.
Szóval mondom még egyszer, hogy az intézkedés egy részével egyet tudok érteni, tehát az egy diplomaosztóra vegyél már fel egy öltönyt, tehát tényleg. Az igen, oda ne menjen senki strandpapucsba, ja. Persze. A harisnyát mondjuk erősnek érezném például egy tavaszi napon, amikor már ilyen 25 fok van, és te bemész nem tudom milyen órát hallgatni, az ott tényleg sok, meg amit én öltöny is, de nem is kell öltönybe menni, tehát hogy a felháborodás azon részét se értem, lehet menni pólóban, nem lehet menni térnadrágban, hát na, a bum, azt nem tudom. Nem nagyon lehet szerintem oda sem menni, térnadrágba sem. Nem lehet, hétköznap sem mehetsz be térnadrágba, de pólóban bemehetsz például, hogy csak pólóban élsz. Az igazán jó az, igen. Aki alul. Aki csak hát szerintem a diákoknak ez valahol ugyanolyan munkahelyük idézőjelben, mint amilyenek például a buszsofőröknél a kis sofőrfülkéjük. Tavaly ugye beszéltünk előtte, nem is tavaly volt, hanem idén, valamikor nyáron beszéltünk róla, hogy skandináv országban megengedetté vált az, hogy mondjuk térnadrágban üljenek be a fülkébe, mondjuk ezek vonatvezetők voltak, de hogy Magyarországon ezt nem nagyon szeretik, nem nagyon örülnek neki, stb. És ebből volt egy ilyen kis akció is ugye itt Magyarországon. Hát szerintem a diák pont ugyanolyan joguk van bemenni az előadó terembe, mondjuk térnadrágban, amilyen joguk van egyébként mondjuk a buszsofőröknek. És egyébként meg, én nem tudom, hogy milyenek az előadó termek a Kaposvári Egyetemen, de hogy ezekből a lábakból nem sok látszódik, abban szinte biztos vagyok. De amíg tehát, hogy kit bemegy, kell, hogy biztos, zavarjon. Amíg oda bemegy a portást. Vagy lehet, hogy hát akkor a rektor úr addig takarja el a szemét, lehet, hogy a rektor keresztet. Úr ismeri az előadókat, és hát ott, hogyha egy ilyen mélyebb dekoltásba beletekint, akkor megbicsaklik a hangja előadás közben. Hát az előfordulhat. De hát... Ugye, azzal nem lenne baj, szerintem, ha Magyarországon hozzának egy olyan rendeletet, hogy az összes egyetemre jellemző egy dress code, és akkor ahhoz nagyjából mindenkinek tartania kell magát. De hogy egy valaki egyszer csak azt mondja, hogy akkor most a nők ne vegyenek, nem tudom, mi zavarja, vagy erős izgalmi állapotban jön, és nem tud koncentrálni. Tehát, hogy ez ilyen, ez, ha, mert az egyetemhoz, vagy az országban hoznak egy dresszkódot, és azt mondják, hogy az összes egyetemre ez a jellemző, akkor az ad egy egységes képet, vagy azt mondja, hogy rendben van, akkor jelenjünk meg így az egyetemen, az ország összes egyetemben mondjuk így kell járni, mert ez a dresszkód. De ez az erős parfüm, erős mink, ezeket nem tudom definiálni, tehát ezt egész egyszerűen nem értem, hogy mi a baj ezzel. Strandpapucs, értem. Egyébként a hétköznapokra is vonatkozik, nem is tudom, hogy miért kell egy nőnek mondjuk, nem tudom, szoknyába vagy nadrágba szolid felső. Mi a szolid felső? Az mi? Hát nekem nincs. Szolid felső az, ha valakinek dekoltása van, és egy picit kín van a melle. Nekem nagyon szolid felső az is, ha nincs rajta melltartó. Nekem az nagyon szolid, tök szexi. Ha egy csaj úgy van fölöltözve, hogy szépen állnak a mellei, nincs rajta melltartó. Mennyire jól néz ki, nagyon. És látszik a kis... Hát aminek látszani. Igen, de úgy, hogy közben csak sejtett. Szolid vagy nem szolid? Nekem nagyon szolid. A rektor szolidabb, valószínű, abban a pillanatban. A leszolidabb, mintha nem lenne. Lefordul a székről. Az nagyon visszamenekül az irodája, és megkorbácsolja saját magát. Az nagyon vad párhuzam, vagy túl gondolom a dolgot, ha mondjátok ti, hogy például egy bankban, vagy mondjuk az önkormányzatnál, ha mész ügyet intézni, és ott kicslatyog egy ilyen térnadrágos, strandpapucsos ügyintéző, és azt mondja, hogy vadon úr, akkor jöjjön mindjárt, jöhet maga, jöhet, az is belefér akkor, ugye? Vagy ott elvárod egy bankban, hogy ott legyen szoknya, legyen harisnya a nőkön, a hosszú nadrág a férfiakon, mert ugye munkahelyi előírás például, hogy ők nem vehetnek föl ilyet. Hogy teljesen más kategória? Szerintem igen. Szerintem igen. Hát, szerintem igen. Tehát, hogyha te, nem tudom, köztisztviselőkkel dolgozol egy bankban, és alkalmazott vagy, és van, ott valahogy föl kell öltözöd, azért az más, mint egy egyetem. Egy egyetem, ami azért szól kicsit a szabadságról, a szabad gondolkodásról, hogy téged ösztönözenek, hogy te kifejezd magad, hogy te váljál valamilyen, hogy te fiatal vagy, hogy te eltérhetsz a többitől, hogy nem akarunk téged uniformizálni, hogy nem kell, hogy ugyanolyan legyél. Tehát teljesen más, mint 40-50 éves emberek, akik dolgoznak bankban. Tehát az egyetemnek van egy üzenete. Az a találd meg magad, vállald fölön magad, legyél, merjél egy kicsit eltérő lenni. Én értem, hogy a nagy angliai, meg a nagy amerikai egyetem, a Harvard, meg a Sorbonne, Cambridge, ott évszázados hagyományok vannak, és ott mindenki persze szívja ezeket a hagyományokat. Nem biztos, hogy az egyébként annyira jó, de nyilván több évszázadra visszamenő hagyományokkal. Hát, meg hogy az, akitől csak a fizetésüket kapják, az szerintem joggal határozhatja meg, hogy mármint munkahelyeken. A munkahelyeken, igen, hogy öltözködjenek az alkalmazottak is. Ilyen értelemben például a rektor úrnak is az a döntése, hogy ő mondjuk picit szigorúbban egyébként meghatározza azt, hogy az oktatók, kutatók hogy öltözködjenek, az teljesen jogos. De ez picit olyan lenne, mint hogy az OTB
de meghatározni azt, hogy az ügyfelek hogy menjenek be. Vehet fel pénzt a számlájáról, de ne jöjjön papucsba. Na, én kedden voltam a Debreceni Egyetemen, volt ott egy kis dolgom délután. Hát most már megvan, aláírtuk a szerződést, srácok, szabadság, óriás bulik esténként. Tehát kedden voltam ott, és tisztelt a kivételnek, illetve inkább ezek voltak többen, de találkoztam két olyan lányjal, akiknél azon gondolkoztam, hogy nem valahol máshol kéne állniuk öltözetileg, tudod? Jobb és a bal oldaladon? Hát vagy úgy, vagy hogy egy ilyen komolyabb szakmát űzni, egy ősi szakmát űzni, úgy voltak felöltözve. Hogy lehet, hogy a rektor úrnak ebből volt elege. Nyilván nem ők vannak többségben, tehát az egyetemisták nagy többsége valószínűleg föl tud öltözni. És minden nap látsz 5-10 ilyen lányt, akivel így elgondolkozol, hogy életem, te biztos, hogy egyetemre akarsz járni. Na de milyen szörnyű előítélet ez? Ugye? Egyébként meg milyen szörnyű, mert fölvesz egy miniszoknyát, egy magas sarkút, kicsit jól néz ki, és azt mondjuk, hogy hülye. Ugye? Mert hogy milyen, meg hogy néz ki. Én nem bírom az ilyen típusú ilyen előítéleteket, hogy most bemegy a miniszoknyába, és mi a rövid szoknya? Mi az, hogy rövid szoknya? Tehát, hogyha hoznak egy olyan dolgot, ami megfogalmazható, megfogható és számon kérhető, azt értem. Mondd meg nekem, mi a rövid szoknya? Oda megy majd? Leméri centivel? Hoz egy női lábat, és azt mondja, hogy a comb középig érő 13 cm-es hátul cipzárazott szoknya már nem fér bele. Tehát nem azzal van a bajom, hogy valamit akarnak, csak azzal van a bajom, hogy ez megint kicsit ilyen naftalin szagú. Érted? Aha. Hogy mondd, mi a rövid szoknya? Most akkor mi van? Hát azt meg lehet mondani, tért fölött 5 centivel. Oké, ez egy szubjektum, most bemegyek a rektorhoz, mert van valami bajom, ilyen vagy olyan szoknya van rajta, most neki megfelelek, nem felelek meg, beleférek abba, amit elvár, nem férek bele abba, amit elvár. Tehát akkor mondják azt, hogy legyen egy dress code, és akkor adják ki, varják le, és így van. És legyen ez a lányoknak a szoknya, mindenki kap a méretében ilyet, meg legyen a fiú. De ez ilyen fél megoldás, és nekem ebben az országban tulajdonképpen ebből van elegem, hogy mindig hozunk valamit, kicsit hasonlítani akarunk Amerikára, Angliára, legyen itt is dress code, de nem úgy hozzuk, mi történik a Sorbonon, mi történik Cambridge-on, mi történik a Harvardon. Bemész, oké, hogy befizet 6000 dollárt, leveszik a méreteidet, konkrétan a Harvardon így van, leveszik a méreteidet, de akárcsak meg, és megkapod a ruhát, és utána hordod, vagy a Sorbonon, vagy a Cambridge-en, meg levarják, és utána abban kellene diplomosztó, sapka mindenkinek, méretre. Így van. Nem tetszik, érted? Nem mész oda. Tehát, hogy ez, akkor legyen az, hogy az egyetemekre költünk, ez egy országimás, és azt mondjuk, hogy nálunk így lehet egyetemre járni, levarjuk, segítünk nekik kifizetni, és azt mondjuk, hogy mindenki ezt mondja. Ez egy tiszta helyzet, de ez egy szubjektum. Ez egy erős parfüm, rövid szoknya. Kinek mi? Nekem minden erős. Kihívó öltözködés. Hát tehát más a kihívó öltözködés, nem tudom. Nem tudom. Hol meg a másik? Bíborosnak, nem? Még más a kihívó öltözködés. Neked más, nekem más, az Annának, meg más nagyanyának. Ezek ilyen hülye fél megoldások. Ha meg komolyan veszük ezeket a dolgokat, akkor követelem, hogy teniszt, női teniszt csak este 10 után 16-os karikával közvetítsenek, jó? Mert ott aztán... De ott is van dress code, tehát ott is elmondják azért, hogy nagyjából mi a rövid szoknya, van egy dress code Wimbledonban. Szóval jó, de hát nézd meg, mi van alatta azért. Hát meg is tudom nézni. Na, de meg is tudom nézni, de az alatt egy ilyen sportbugyogó van, ami ráadásul nem egy tangó modell. A Kaposvár Egyetemnek a hallgató női is, illetve a hölgyek hordhatnának sportbugyogósan nagyon mini szoknyát. Nem hordhatnak, mert ott a lába kint van, de azért sportot ne keverjük. De harisnya. Ja, Jani, ne gyere már ezzel, hát ne keverjük össze sportot, meg az egyetemet. Hát ez... Igen, tehát maga... Nekik az a hivatásuk. Azért vannak a sporthoz megfelelő ruházatban. Én abszolút értem, amit mondasz, Feri, és azt gondolom, hogy igazad van. Én megpróbálok egy kicsit így távolabbról nézni dolgot, és azt mondom, hogy ez egy jó intézkedés, megint kicsit ilyen nyomorultul, magyarosan, naftalinszagunk, bénár, rosszul megfogalmazva. Akarok valamit, de nincs kitalálva, csesztetem az egyetemistákat, és hozok egy olyan rendeletet, amin egyébként mindenki röhög. Tehát, hogy érted? Igen, és közben egyébként jó az eszme, van. Amit mond, hogy tiszteljük meg, vállaljunk felelősséget, igen, adjuk meg a méltóságát annak, hogy mi egyetemisták vagyunk, csak akkor ez legyen jól, rendesen szabályozva, kitalálva, megcsinálva, lekommunikálva, és ebben az országban ez nem működik soha. Hogy ilyen félintézkedések, és persze, hogy most mindenki ezzel röhög, hogy jaj, nem áll, most tényleg itt tartunk, hogy a rúzs meg a dekoltás, úristen. Érted, mit mondok? Értem, abban mondom még egyszer, igazad van, hogy azt eldönteni, hogy ki használ erős parfümöt, igen, igen. Nem erős, mi a rövid szoknya, mi a túlzott smink használat. Hát a rövid szoknyát szerintem le lehet írni, tért fölött 5 centi, addig az, annál lejjebb kell, hogy érje. Ha följebb él, akkor az már rövid. Ezt le lehet vagy egyenruha. És ja. Akkor az egy szép, elegáns, mindenkire vonatkozó, teljesen tiszta helyzet. Kicsim, itt ezt hordjuk. Fölveszed, vagy nem veszed? Nem veszed? Nem jössz ide tanulni. Ide jössz tanulni?
levarjuk neked, kifizeted, segítünk, hogy megvedd, az egyetem beszáll, és ezt kell hordani, mert mi ilyen egyetem vagyunk. És akkor az tiszta. Aha. Tehát, hogy mert itt most elkezdett mindenki dobálózni, nézd meg Angliát, nézd meg Amerikát, ott is mi van. Persze, jól van kitalálva, működik, és egységes képe van az egyetemnek. Nekem is nagyon tetszik, de ez nem fog egységes képet adni, ez egy ilyen béna idős ember, ilyen béna rendelkezése, szerintem. Amit valószínűleg nem is egyeztetett a hallgatókkal korábban. Tehát, hogy előtte egy kicsit leültek volna, és átbeszélték volna, és nem csak jön egy rendelet, és értem mindenki olvasó, és akkor micsoda? Nem tudom, hogy nálunk se egyeztettek minden rendeletet az egyetemen. Úgyseg belúgtak, ha bementünk rövid nadrágba, meg strandpapucsba, mi se csinálhattuk meg, de ott is teljesen egyértelműen megvolt az, hogy mit kell, hogy kell, és miképpen kell hordani. Aztán történt egy igazgatóváltás, után már nem kell. Komolyan vételét jelezni az, hogy mondjuk leülnek előtt, és akkor egyeztetnek velük. Itt a hallgató önkormányzatnak a képviselői szépen belenének hívva a rektor úrhoz, és akkor egyeztetnek. Ezt szeretném átvinni, ezen szeretném, hogyha elgondolkodnának, mi a véleményük róla, hölgyeim és uraim. Nem? Uh-huh. Anna berobogott, nem akart valamit mondani? Már nem akart? Berobogott, még jön, de már kirobogott. Jön. Remélem a másik oldalon van már, hogy a Ferivel ért egyet. Nem igazán ahhoz akartam, ne? Az maradjon az én titkom, hogy én hogy gondolom. Nem én, mint mondtál, dress code, hogy annak idén képzétek el a Magyar Rádióban, ott is, hát nem volt így kimondva a dress code, de valahogy úgy betartották, mindenki elegáns volt. És a Tamás hívott a portáról, Frey Tamás annak idején, ő volt a napi külpolitikai szerkesztő, sortnadrágba jött be, nem engedték be. Mondták, hogy menjen haza, Frey úr átöltözni, mert nem jöhet be. És mondta, ne viccelj neked, én szerkesztem a Déli Krónikában a külpolitikát. És ez nem televízió? Nem televízió, és nem engedték be. Sokat nőttem, mielőtt elindultam otthonról. Ez egy hosszú nadrág volt. Elvárták, és nem mehetett be a rádió. Na jó, de hát azért a rádió, hát azért jó, az azokban hát az időkben azért az... Be? Hát látszik? Nem látszik. Na jó, de ha ki volt mondva, nem? Nem volt kimondva. Egyszer elvárás valaki szubjektum alapján elküldte? Elvárás volt az, hogy elegánsan kell öltözködni. Hogy? Akkor még nem volt ombudsman? Ha nem volt előírva, be kellett volna engedniük. Volt ombudsman már, mert túl voltunk a rendszerváltáson. Milyen lábai voltak? Szőrösek, szőrtelenek? Szőrösek, kicsit igen? Vöröses. Na lehet, hogy ezért ezek a lábokkal. Akkor jó megnézted a portát. Igen, de tényleg, na most ez elvárás volt, hogy úgy kell öltözködni egy olyan intézménybe. Nem volt kimondva, de valahol ezt be kellett tartani. Sőt, hazaküldték. Tehát, hogy nem tudom én így az egyetemeknél azt, hogy vizsgára valóban én magam láttam, annak idején, hogy vizsgára se kellően öltöztek föl. És nekem de hogy nekem ezzel nincs bajom. Nekem tehát bajom volt vele. Mert már nem az, hogy nem, hanem az a igen, szellemét, tehát... hogy nem úgy megy be egy szigorlatra. De ne akadjatok le a részleteknél. De... Próbáljátok egy kicsit távolabbról nézni, hogy legyen ez egy egységes intézkedés, jól megfogalmazva, jól kitalálva. De megint kitalálok valamit, benne. Belerakok olyan hülyeségeket, ami innen röhög, és az egész intézkedésem igaz. Nevetségessé válik, azért, mert berakom a rövid szoknyát, az erős parfüm, meg az erős rúz, amit igen. Nem lehet definiálni. Szubjektív, tehát akkor szálljunk rá 10 perccel több időt, találjuk ki a dresszkódot, és hozzunk létre valami jót. De ez a bedobok valamit, és jó kiröhög mindenki, ennek semmi értelme. Meg egyébként ennek az órákat értelme. Nem értem, tehát amit mondtál, ebbe igazad van, tehát egyrészt szubjektív, másrészt az órákat, most, hogy mondjam, tényleg bemegy egy szandába, vagy egy fősőbe, pántos fősőbe, akkor mi van? Én ezt nem, tehát ezt nem értem. A vizsgára viszont valóban menjen be úgy, hogy tisztelje meg annyira persze. Az egyetemi tanárokat, meg a légkört, a szellemiséget. De bemehet az órára is, csak akkor az legyen kitalálva. A DNA részéről azért azt hangzott el, hogy itt volt olyan évnyitó, vagy volt olyan diplomaosztó, ahol a strandpapucsban. Hát tök igaza van, amit igen, akar. Oda nem menjen. Tök igaza van, csak amit akar. Csak ilyen béna az egész. Zólyom, mi ott fog állni. Ugye ő az orr, aki itt volt nálunk. Igen. Tessék, túlzott parfüm használat. Elolvasom, benne van a rendeletben. Tilos a túlzott parfüm használat. Jó, de ő két sorokról is megérti. Igen. A Janinál túlzott parfüm használat, ha egyéb egyszer befújja magát. Nem, mert nem használ. Teljesen igazad van. Most akkor mit nem jöhetsz? Mert ez ott nem parfüm, erre akar utalni. Hát a Malicia UOMO, amivel fújod magad mindenre. Ezután egyébként ez jönne. A 8x4, vagy nem tudom, néha egy kis impulsz. Igen, a fás fűszeres illatokat nem női. Bírom. Hát tudom, de találtam már az öltöző szekrényben olyat is. Bagdezod. Igen, tényleg egy jó bakkal, amivel fújod magad. Hány illatú bagdezodod. Na mindegy, jól van. T8, pontosan 5 perce jönnek a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 3-4-8, pontosan 4 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. A Kaposvári Egyetemről beszélgettünk, hogy betiltották ugye a dekoltást, és mind az alkalmazottakra, mind a hallgatókra dresszkódot vetettek ki, néhány egész konkrétumot, meg hát néhány nehezen megfogható dolgot. Mind az egyetemi órákra, mind az előadásokra, és a vizsgákra.
Ilyenkor egyébként az idegenlátogatók miatt kiraknak a portán táblát, amin van két áthúzott csöcs. Persze. Persze, meg egy parfümös üveg is áthúzva. Az is áthúzva. Miniszoknya áthúzva. Igen, nyitott cipő áthúzva. Parfümös üveg áthúzva. Na mindegy, máshogy látjuk ezt a dolgot. Igazából. Illetve nem is az, hogy máshogy. Nem, hanem látjuk szerintem máshogy. Én egy kicsit távolabbról szemlélem szerintem. Én egy kicsit szigorú vagyok benne, te kevéssé vagy szigorú, plusz te azt nehezményezett, hogy nincs korrekt leírása ennek a dolognak, mi a rövid szoknya. Most egyébként erre hallgató írt, hogy a divat világában az a rövid szoknya, amit, hogyha leengeded magad mellé a két kezedet, még el tudod érni a szélét, akkor az még mehet, az még nem rövid. Ha ennél följebb ér, tehát az ujjaidnál följebb, akkor az már rövid. Ha nagyon akarunk, akkor kereshetünk ilyen szabályokat, de neked abban viszont igazad van, hogyha korrekt lenne ez a leírás, akkor talán kevesebben kezdtek volna ez ellen felszólalni. Én meg azt mondom, hogy igenis kell, tehát hogy ne menjen strandpapucsba az ember egyetemre, mert egy ilyen kölcsönös tiszteletadás lehetne ebben a dologban. Szerintem. Tök igazad van. Tényleg tök igazad van. Meg abban is igazad van, amikor azt mondod, hogy tulajdonképpen az egyetemnek már ugye részben nyilván felelőssége az, hogy felkészíteni az embereket, vagy gyere a fiatalokat arra, hogy felelősséget vállalni, normálisan megtanulni, alkalomhoz illően öltözni, mert utána bemegy egy bankba ide-oda, és ez elvárás lesz. És ezek mind érthető indokok, és azt gondolom, hogy ezt igen, ebben a korban kell megtanulni, és ebben a korban kell megtanítani, sőt, ha nem tanulják meg, akkor ebben a korban kell számon kérni. Tehát továbbra sem ezzel van a bajom, hanem az intézkedés mikéntjével és összevisszaságával. És összevisszaságával, igen. Ami nincs megint sehol. Megint kicsit hasonlítunk, meg akarunk, de közben meg nem olyan intézkedéseket hozunk. Itt van egy hallgatónk a vonalban. Halló, jó reggelt! Hello, Csaba! Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok! Hello, te az USA-ba jártál középiskolába? Igen, a 90-es évek elején a délnyugati kisvárosban, és nálunk is volt mindenféle érdekes szabály többek között a dress code-ra vonatkozóan. Na, és ott mit mondtak, vagy mit kellett betartani? Nálunk nem volt egyenruha, tehát ez egy igazán kisváros volt, kisiskolával, az egész évfolyamon voltunk körülbelül 16-an, 18-an. Ott például úgy volt, illetve ez állami szinten volt szabályozva, hogy rövid nadrág szoknya nem lóghatott tért fölött egy incsnél feljebb, tehát 2,5 centinél feljebb. Nem lehetett csapkát viselni az iskolában, tehát a bejáratba le kellett venni. Lányoknak nem lehetett jobba menni, és hogyha bárki megszegte ezeket a öltözködési szabályokat, akkor reggel egyből azzal kellett kezdeni, és haza kellett menni átöltözni. De volt a rövidnek egy objektív megfogalmazása, nem? Így van, tehát ez pontosan meg volt határozva, és adott esetben akkor le is mérték, hogy ez most fölötte van, vagy alatta van. De ez így ugye kemény úton kellett nekem is ezeket megtanulni, mint külföldi diák, mert hát az elején jártam én is úgy, hogy amikor kitavaszodott, akkor volt egy régi farmerom, aminek a térde kiszakadt, ugye akkori szokás szerint le is vágtam, szép rojtos volt az alja, de hát ez egy ilyen tom középig élt, úgyhogy egyből hazaküldtek engem is átöltözni. Uh-huh. De ez végül is, ezek csak így egy nagyon, nagyon sok szabály volt, tehát ezen kívül, tehát olyanok voltak még, hogy rendszeresen, mint a havi, kétheti rendszerességgel például jött dropkommandó. Mi azt jelentette, hogy lezárták az egész iskolát, be nem jelentett időpontban, napon, mindenkinek benn kellett maradni az iskolába, kutyás rendőrök, kommandósok jöttek, bejárták az egész iskolát, leellenőrizték a szekrényeket, diákokat, mindenkit körbeszagláztak, kint parkoló autókat megnézték, amiket nem is lehetett zárni amúgy, tehát hogy bárki bármikor belenézhessen és beleszagolhasson. Abban az időben nem tudom, hogy ez még most is így van, de volt például a testi fenyítés is. Jó, hogyha valaki olyan követett, igen. Akkor volt egy úgynevezett egy olyan eljárás, hogy amiben a napi 5-öt lehetett kapni maximum ilyen kéthetes etapokba, hogy előre kellett hajolni, megfogni a szépnek az oldalát, és akkor általában az a tanár, akinek az óráján elkövetett valami csintalanságot a diák, akkor egy ilyen vágódeszkaszerű hosszú nyeles, mint egy krikettütő hasonló fa eszközzel, ami meg volt határozva, hogy hány darab, meg mekkora lukaknak kell lenni, lehetett napi ötöt
kapni. Hát Jézusom, itthon ebből mi lenne, gondoljátok el? Vagy egy ilyen drograziából? Hát figyelj, itt olyan felháborodás lenne egy drograziából, hogy itt... Hát pedig annak hát lenne hely egyébként. Igen, persze, de hogy milyen felháborodás lenne, vagy egy ilyen, egy ilyenből. A napi ötszöri elpopsizás. Köszöntem, az a másik. És akkor ezt kombináltak még különböző elzárási módokkal, amikor mondjuk nem lehetett pótolni házi feladatokat. Aha. Ergo akkor arra... De nagyon fura helyre jártál, ezért ez fura hely, hogy középiskolában rátérdeltél valamire, letoltad a gatyádat és elpopsiztak, tehát ez kicsit... Én hál' Istennek mindig kimagyaráztam magam, és mindig arra fogtam, hogy én külföldi diák vagyok. Ha igen, én nem érteni nyelv, amin önök beszél. De ez egészen olyan apróságokért is lehetett ilyenekért kihúzni egy ufát, mint amikről mondjuk manapság lehet is hallani, hogy valaki kisgyerek levegővel ujjával pisztolyt formáz, és azzal hadonászik és mutogat, tehát mondjuk én ilyenekért kerültem bajba, hogy órán papírrepülőt hajtogattunk az egyik osztálytársammal, és akkor elmagyarázták, hogy ez mennyire veszélyes, és valakinek beleállhat a szemébe. Jézusom, ez egy beteg iskola volt. Na jó, oké, játszunk, figyelj, maradj itt játszani, jó? Csaba, most már nem keresünk mások játékos, ha már legalább megpróbálják enyhíteni a lelkeden tátongó sebeket, hogy popsisztak, meg hajtogattál egy papírrepülőt, és oda ment egy tanár, és leszúrt, hogy ezzel kiszúrod másik gyerek szemét. Hát, fura igen, iskola. Kiadott a felnőtt koromra. Igen, úgyhogy ezt próbáljuk akkor rendbehozni. Jó, figyelj, játszunk egyet. Jó. Uven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Ha, hello újra. Majdnem azt mondom, hogy halló, jó reggelt. Hello Csaba, mutatjuk, hogy mit csinál Óven bácsi, Beru néni. Jó, figyelj. Oké, rendben. Azért keltette fel az érdeklődésemet az effekt, mert az van hozzáérve, hogy hosszú vizelés. Az a jó. Na, az a jó. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Na? Ez most így még nem kongatott harangokat. Nem, mutatjuk még egyszer, figyelj! Semmi? Semmi. Ebből semmi. Nagyon nagy sláger volt annak idején. Most már szólóban nyomja a csaj. Oké, akkor még egy zenekar élén. Szerintem ez nem fog beugrani, megmutatjuk, jó? Az eredetit, figyelj. Köszi. Ez lett volna. Egy kis No Doubt. Igen, így már megvan. Hát igen, mindig könnyebb. Hát kösz. Jó sláger volt. És egy WC-ben szól. Igen. Jó, hát nincs ajándékcsomag, viszont beszéltünk. Köszi. Köszi szépen. Köszi, ciao. Hello. Mindenkinek ingere lesz ettől a hangtól. Azért hagytam fent. 3 perc múlva pontosan, 8 óra jövünk a hírek után. 4:09 lesz pontosan, 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. M3-as bevezető 12-es kilométernél a belső sávban koccolt 3 autó torlódás alakulhat. Még nincs. Méri küldte nekünk, valamint mérnek 82-esen Nyúl belterületén. Kávés üzeni nekünk. Igen, M3-as bevezető. 3-asokhoz patvarc, mínusz 10 fok volt reggel. Nadal 6-2-4-1 ég Pekingbe Fognini ellen. Hoho. Hú. Ha-ha. 6-2-4-1. Na most gyerekek. Altat a mester, fogadjunk, ez lesz. 6-2-re elvesztette az első szettet, most 4-2. Aha. Még innen is megnyeri. Ezt most megmondom nektek, ki fogad arra, hogy megnyeri. 10. Arra, hogy elvesztő. Megmondom neked, mi lesz. 4-3. Igen. Visszabrékeli, 4-4 akkor hozza, 6-4-re nyeri a második szettet, és egy 6-3-mal megnyeri a harmadik. Ha megsérül? Na, úgy, hogy 6-2-re nyerte a Fognini az elsőt, és 4-2-re vezet a másodikba, a már a második szettet a Nadal megnyeri. Aha. Szerintem már a 4-3 vagy 4-4 van. És ezt már onnan behúzza a Nadal 6-4-re, és a harmadik szettben meg 6-3. Mentorom, na? Mit mondasz, fogadási mentorom? Tessék. Meccs közben soha nem fogadok fel. Tényleg? Na tessék. Hát ez az izgalom. 6-2-4-2 Fognininek. 2 szettet kell nyerni. Én azt mondom, hogy innen még fordít a Nadal. Aha. Na, valami kis támpontot adják ki. Ez a Fognódi. Hát figyelj, van olyan is nem igazából. Ő kicsoda? A Fognini? Nem tudom, nincs benne a top 10-ben. Aha.
Top 50-ben? Azt talán egy top 50-ben benne van, igen. Top 50-ben. Láttunk már ilyen csodát, nem? Láttunk egyébként. Az van, igen. Elmondom, mi van, ha kicsit értesz benne a teniszhez. Nem, egy semmit nem értem. Elmondom, tudom, mi van. Hogy megy. Az van, hogy 6-2-re megnyerte az első szetet, 4-2, ő adogat. Ha ő adogat, akkor az egy baromi nagy teher, mert a behúzza az adogatást, 5-2 a Fonyinnak, onnan a dál már nem tud fölállni. Általában ez esetekben visszabrékelik. Hmm. És ezt így nem nagyon érted. Ez a break, az... Vagyis 4-2-nél a Fonyini valószínűleg nem tudja hozni a saját adogatását, 4-3. A Nadal viszont van annyira jó, mert ugye fejben viszont, ő viszont 4-4-re hozza, ott a Fonyini összeomlik, a dinamika azt mutatja, hogy már akkor 6-4-re megnyeri a második szettet. A Nadal, Fonyini összeroppan és a harmadik szettet hozza. Ezeken a pici dolgok múlik, tehát 4-2-re vezet a Fonyini, ő adogat, aha, és ott van az, hogy ki a világ első, vagy a világ másodikja. Hogy, nem, hogy a Fonyini nem, nincs top 50, vagyis nem tudja hozni azt a szervát, amivel 5-2 kell, a Nadal nem roppan össze. De és a Nadal nem roppan össze, ő 4-2-nél fordítva viszont behúzza a szervát. Ezek a pici különbségek, amitől valaki mondjuk top 10 vagy top 50. Már 4-3. Ezért tessék, 1-0-3. 4-3, és a Nadal adogat, az azt jelenti, hogy a Nadal hozza az adogatását, már 4-4. És a 4-2-ről hagyod, hogy visszajön 4-4-re, úgyhogy te tudod, hogy elvette az adogatásodat, onnan most a második szedben nem állsz fél. Akkor hagyjuk a francba. Nem áll, most már csapjál te bele. Hát miért nem mondtam? Nem az akarok előbb, igazságtalan elvenni tőle pénzt, ezt a Nadal megnyeri ezt a meccset. De most ha mégis... a negyediket pont. Tényleg? Aha, igen. Nadal adogat most egyébként 40-15. Na most, ha 5-3... Ja, gyerekek, ha tenisz van, akkor kérdezzetek nyugodtan, tényleg. Mondtam, ő hozza az adogatását, 6-4-re meg van a második szett a Nadalnak. És utána vagy egy 6-2, vagy egy 6-3-mal zárja is. És akkor megvan. Itt ezt két nyert szettig megy, igen, ez az ATP 500-os. 4-4. Nem mondom. 4-4. Oh. Jó, még talán a Fonyini hozza az adogatását. 5-4. 5-5, és akkor 7-5-re megnyeri, aha, maximum. Maximum egy 7-5 van benne. De hogy nem nyer két szettet a Fonyini, az egészen biztos. Fogadunk? Már nem akarsz? Az elején felajánlottam, akkor kell lecsaptál. De nem úri emberben, nem akarlak így kifosztani. Az én azt szeretem, hogy olyanba fogadunk, amihez te is értesz, csak ilyen kevés van. Már hogy tenisz szempontjából. Az ég egy adta világon. De hát nem ért sport szempontjából. Viszonylag kevésben tudok veled fogadni. A Djokovic az, akiben hiszek, de ahhoz sem értek. Hát most... Jól teszed az élő világ első, csak kicsit megvarodva. Igen, szegény, elfáradt biztos. Akire nem fogadja, az Roger. Jó? Most nem, elengedtük? Hagyd, hogy én fogadjak rá. Ja jó, én nem akarom, hogy tudod, én mindig felajánlom, hogy mondd meg először te, hogy kit akarsz. Én nem írom le őt sem. Szerintem még egy grenzlemet behúz, és aztán szögre akasztja. Mi az eredmény Mugnininél? Hát most egyelőre még mindig 4-4 vagyunk. Pihennek? Nem, hát 4-4 Fonyini adogat. Lehet, hogy hozza, de felejtsd el. Tehát az 5-4 se jó nekem. Nem jó az 5-4, miután a 5-5, viszont ott meg már... Megint összeroppan. Az első labda mellett Nadal nyert. Ennyi, kész, fia, a csáv egy gőzgép. Tehát, hogy érdemes elolvasni a könyvét. Mindegy, hát ez van. Rafael Zén történet. Hát az egyikre 15-szörös volt, szóval másikra meg egy 0-3. Tehát, hogy azért érted. A Nadal annyi pénzt nem tudsz feltenni, hogy nyerjél vele bármennyit. Figyelj, ha meg akarsz, ha tényleg érdekel kicsit a tenisz, és akarsz két jó könyvet olvasni a teniszről, akkor vagy az Agassinak... Balázs kocsiába az anyósülése két napra. Igen, ott van az összes ütő, meg a gripei, meg minden ott van, de nem. Gripened is van, ezt pedig nem mondom. Nem, olyan rossz az. Ne veszel egy svéd modell. Olvasd el az Agassinak az Openjét, vagy pedig a Rafának a teniszről szóló, ez az én történetem című könyvét. A Rogerét pedig húzd le a kukába. Az szörnyű. Igen, de mondjuk a Rafának az én történetem. Ez arról szól, a 2008-as vagy a 2009-es nagy wimbledoni döntő ötszettjét írja le, szettekre bontva. Aha. Zseniális. Egy szett, egy rövid történet. Második szett, még egy rövid történet. Ugye az volt, amikor ő először ugye wimbledonban legyőzte Federert, a minden idők, a McEnroe szerint a minden idők legjobb wimbledoni döntőjében. 2007-8, amikor először győzött. És azt az öt szettet írja le, hogy mit érez, mire gondol, hogy öltöznek az öltözőben, nem szólnak már egymáshoz az öltözőhez, milyen szertartása van Rafának, mit csinál Roger, hogy készülnek, ülnek a fapadon, ott ülnek bent ketten egy öltözőben, és nem szólnak egymáshoz, és utána fölhívják őket a pályára. Mire gondol, mit csinál, és az öt szett között az ő életének a története. És közben pedig a szettekről mesél egyenként. A valaha írt egyik legjobb teniszkönyv szerintem. Meg az Agassinak az Openja, az más. Ő egy hippi volt, ő drogozott, mindent elmond. De jó arc. Kedvelem. Kicsit belelovaltam magam, hagyjuk, nem? Mert fél kilencig gyerekek simán. Tehát... Igen, csak a tenisz. Mennyi most? Tessék, mennyi van? Egalité. De szeretem, ahogy mondod. Egalité. Egalité. Nagyon jó. Na, a Kempféről csak egyetlen mondat. Meg tenisz, és ki van még olyan tenisz, ez a Tarócinak volt könyve. Tényleg, hogy van Taróci Balázs? Jó, csak ugye mindig bizonyítékokat akartok. És amit én mondok, az nektek kevés.
És van egy Svédországban elhelyezkedő, vagy ott megjelenő zöld párt, és annak van egy vezetője, akit úgy hívnak, hogy Pernilla Hagberg. Visszakereshető. Hát most kész. Google-on is ott van, megtalálható. Ő a zöld párt vezetője. És a svéd lapok is beszámoltak már arról, hogy milyen jó, hogy ez a politikai vezető végre a napokban nyíltan beszélt arról, hogy a kondenscsíkok, melyeket szokatlanul viselkednek, és látunk egyébként az égen, toxikus vegyületeket, alumíniumokat és fémeket egyéb fémeket tartalmaznak, és ezek a chemtrailek, valamint felszólította a svéd parlamentben helyet foglaló többi pártot, hogy végre most már akkor ez ideje lenne tényleg bevallani, mert hogy nekik is bizonyítékaik vannak, ők is tudnak erről. Azt nem mondta, és... hogy szórják, csak hogy tartalmaznak, ugye? Tehát csak talán, hogy tartalmaznak ilyen anyagokat, azt nem mondta, hogy szórják, legyen már egy kicsit gyanús az, hogy valaki zöld párti, érted? A nő azt mondta, hogy a permetezésben egyébként részt vesz az NSZ, ugye, és hogy több kormány is benne van, többek között a svéb kormány, és a cél a légkör tulajdonságainak megváltoztatása, ez a chemtrailnek a célja, és a projektben különböző vegyi összetevők szerepelnek, virális komponensek, fémek, alumínium, bárium, kimutatható itt és itt. És erről beszél, és azt mondja, hogy beadja a dokumentumokat, és azért ő egy svéd parlamentben szólal föl, és erről beszél, ez se? Jó, kevés. De, igen, de azt felejtsük el. Hát azért nézd meg, hogy a parlamentekben micsoda felszólalások vannak. Hogy így világszinten. Jó, figyeljük már oda a részletekre, tehát azt mondta, hogy a svéd kormány is benne van, ez pedig egy ellenzéki párt. Így van. Tehát hivatalból is, persze. A zöld párt azért csak mondom, hogy azért... Tudom, nekem alapból nyilván szimpatikusan. De ettől független, tessék. Tetszik ez a blitzer kutya? Oh, nagyon bejön Hagentárs. Pernilla Hagberg, az új barátnőm. egy jó svéd Hagentárs, igen? Imádom. Egyébként elvette az adogatását. Kinek? Na, a Fonyininak. Nada. Istenem, hogy... Miért vagy ennyire hogy jó? Majd mi kimondjuk, hagyjad. Hogy papri lesz a második. Miért nem hagytad? Vagy miért nem fogadtad? De miért nem ebből élsz? A francba elvettünk volna tőle 10-et. Elvettünk volna 10-et, a felét odaadtam volna. Nem kellett volna lebeszélni. A Jani nem olyan jó. Nem. A pénzért nem mindent. Én már elkezdtem megsajnálni a Ferit, tényleg. Tehát, hogy láttam, amikor tudtit itt van, áttalom neki SMS-be. Na, $500 falt fel egy amerikai kiskutyus, a gazdi megvárta, míg kijön a lóvé a másik oldalán, összeragasztotta és megpróbálta beváltani. Hagyjál már! Jó! Falán kiskutyus egybe zabálta meg. Szerintem ez egy helyes ír, három mondatot azért megér egy kicsit foglalkozni vele. Igen, ő azt mondta, hogy megéhezett tulajdonképpen, és valamilyen keksz mellett, vagy nem tudom mi mellett, oda lerakott a gazdia pénzt. És... a kutya megette. Nem is így történt. Étterembe mentek vacsorázni, és a kutyát a kocsiban hagyták, így van. A kutya talált valami ételt, és kiderült, hogy a készpénzt az étel mellett hagyták. Kutya megette az ételt, amit a kocsiban talált, és rájöttek, hogy hát akkor valószínűleg ő fogyasztott el a készpénzt, amit nem találtak meg az autóban, és nem tudtak fizetni az étteremben. Ő megvárta, amíg egyébként a kutya kitolja ezt a másik oldalon, egy hetet várt rá, már hogy egy heten keresztül jöttek a kutyából a darabok, és részletében mozaikokban összeragasztottam. De a Dallőr az olyan anyagból van, hogy ezt nem emészti meg a kutya, vajon? Hát hallod. Ugye, mert nekem ez volt a gyanús a hírben, hogyha az egy emésztőrendszeren keresztül megy egy papírfecni, hát azt te többet nem rakod össze. A tollában nincsenek fémszálak, vízjelek, meg hologrammok. Nem hiszem, hogy az ott sérülne. Hát ha te úszkálsz a fürdőnadrágodban pénzzel, vidáman 2-3 órát bent tölthetsz úgy a Balatonban, vagy bárhogy, a pénznek egyébként semmi baja nincs. Nem. Semmi baja. Hát most tegyél be egy... csak mondom, hogy pénzt megsemmisíteni bűncselekmény. A Balaton még a legrosszabb pillanataiban sem olyan töménység, mint egy tomorsabb. Nézzük meg, hozzunk egy pohár vizet, tedd bele. Így van, ne, nézzük meg másképp. Egye meg felé, és várjunk egy hetet. Jó, de te túrod át mindegyiket, hogy van ebben 500-as. Összerakom, megígérem. Én inkább kirakom az 5000 darabos 9 lyukú hidat, csak ne kelljen azt az 500-as kirakni. Átpuzzlezzem az életemet, csak ne kelljen kiraknom a Feri darabét. Nézzük meg! Ez nem megsemmisítés, ez tudományos kísérlet. Ez jó, csak 500. Bűncselekmény, mondom. Elhatárolódom, Feri ötlete volt. Ez ha mi? Esetleg megsemmisül az 500-as, akkor az... Nyisd szét, és akkor így szépen. Na nehogy már. Ezután már adózott is. Ez az övé, azt csinál vele, amit akar.
Tessék. Ez ugyanaz, mint hogyha tényleg a fürdőnadrágomban a strandon lenne egy 500-as, elindultam lángosért, de semmi baj nem lesz. Inkább fürdőn. Semmi baj nem lesz. De ezt te dúsítsuk fel némi testneddel. Na de várj, ez hogy néz ki, hogy mész a kutyád után, és... összeszedegetett, hazaviszed, és elindul igen. A válogatás? Így van, hát vagy otthon. Hát az igazi gazdi mindig tudja, hogy mikor és miért. De mennyi 500 dollár? Tolt a kis kutyája. Mennyi 500 dollár? Az 15 ezer forint mondjuk, nem? 13 ezer forint. Hát 2-17-szer. 500. Hát most ez sajnos. 1000 ja, dollár. Nem voltam erős matekból. 17 ezer forint. Igen, akkor még 100 ezer. Igen. 100 ezer valamivel több. Összerakod? 100 ezer forint. Forint 100 ezer forint, te megvárod? Hát te, bármi. Hát vizel. Rakná a franc. És ezt szépen kiválogatod, megtiszt, összerakod, összeragasztod, és akkor azt megpróbálod beváltani, hogy elszakadt, vagy sérült? Kérdés, hogy hány darabban nyert el a persze, kutya? Hogy szoktak a kutyák 500 dolláros tenni? Neked van kutyád, Jani? Nézd, Dani úgy eszi az 500 dollárost, hogy ő kicsit majszolgatja, nyámnyog rajta. Ő egyébként elég falánk. Tehát, hogy ő így eszik, hogy... Akkor ő nagy darabokban eszi. Az könnyű 3-4 darabban nyelnél szerintem az 500 dollárost. Igen, és a gyomorsav mar... Ugye? Most mi vízbe tettük. Élek a gyanúperrel, hogy igen. Nincs egy deci gyomorsavad, Feri? Nincs, nem. Feri. Nekem jó a savaim. Hallod? Sóhajts már egyet is. Nem tudja, lehely már bele a pohárba. De... Nem, mert ugye hogy ott az a kérdés, hogy ugye, ha te lenyeled, akkor ugye mit csinál azzal a gyomorsav, nem? Uh-huh. Hogy az... Kopásállóságban ezek a bankjegyek egyébként nagyon komoly teljesítményre képesek. Az tény. Eleve úgy van a kitalálva, hogy sok fogdosás, sok cibálás, időodavívés, bankrablás, stb. Ne ártson nekik. Úgyhogy szerintem még akár túl is élhetett valamennyit belőle. Csak mondom nekem itt a vízjelek, a, hogy hívják, a benne lévő hologram adott esetben, meg a fémszálak, meg ilyenek. Nekünk a legnagyobb károkat egyébként a kiengedett és kis elvadult hullámos papagájunk tudta tenni a lakásban. Tehát ő durvábbat csinált, mint a kutya vagy a macska. Tehát folyamatosan koptatta a csőrét, egy megrepett papit, a tapétadarabot azonnal végighúzott és fölrántott, karcolta a parkettát, egy 15 centis állatot ki kellett, hogy éheztessem aztán. Vége lett? Keresztbe állt a személy eldőt. Nem. Csak táplálék megvonás volt. Csak egy picit túl durvára sikerült. De azért vannak azok a klasszikus háziállatok, amik azért nagy kárt okoznak, nem? Kutya, macska, főleg a kiskutya, tehát azért azok tudnak minden lakásba pusztítani. Hát Miki, a mi macskánk, az gyakorlatilag minden, amit lehetett tönkretett. Tehát, hogy neki már áldozatul esett a kanapé, eleve úgy jelöl hajnalban, vagy jelel pontosabban, hogy oda megy a kanapinak a széléhez, és elkezdi rajta olyan hangerővel élesíteni a körmeit, hogy egyszerűen képtelen vagy tovább aludni. Hál' Istennek én füldugóval alszom, tehát a megtisztelő feladat, hogy kiengedje a macskát hajnal kettőkor az ablakon keresztül, az Mónira hárul. Azon kívül tapéta lerángatva a falról. Függöny? Nem is próbáltunk egy függöny. A függönyt is le kellett cserélnünk azért, mert a macska húszott, mászott rajta. Konkrétan igen, mászik rajta. Macska. De ő olyat is csinált, hogy amikor csak bukóra volt az ablak nyitva, akkor fogta magát, és a borovi fenyős méretre csináltatott ablakokon a belső részén fölmászott. Úgy, hogy a körmét belevájta. Azt mondtam, hogy hülyét kapok. De most komolyan. Helyet. Tehát, hogy olyan szinten dühramot kaptam, hogy majdnem megőrültem. Akkor megláttam, hogy tele van végig apró pici lyukakkal, mert a macska fölmászott rajta, hiszen ugye bukóra volt nyitva, a tetején tudott csak bejönni. Tehát, hogy azért amikor ilyen dolgokat élsz át, és egyetlen macska miatt, akkor azért elgondolkodsz rajta, hogy mennyire szereted az állatokat. Ez egy nagy próbatétel volt számomra. Hogy ő megy, vagy te. Igen, hogy megállt, hogy ne bánsz. Hogy azt mondom, hogy nem, jó, akkor innentől kezdve megint nem vagyok vega, és az első hús, amit enni fogok, egy macska hús, ha lesz. Hát igen, egy kis kutya, nem? Amikor új házba kerül, vagy elhozod az alomból, és akkor elkezd rágni a körmét, kapargatja, rágja a falat, mindent harabdál, mindent karcol, azok szörnyű pusztítások. Szörnyű pusztítás. Amikor a Digonevő rottweilerünket hazahozta még a kölyök korában a nővérem, akkor mondta, hogy háhozott egy kiskutyát, megvették, tetszett, szép volt, aranyos volt, hol a kiskutya? Benne a szobába. A kiskutya akkor gyakorlatilag az első 5 percében, amikor nálunk volt, neki esett egy vadonatúj edzőcipőnek, és szétrágta a sarkát. De úgy, hogy ők együtt jöttek gyakorlatilag. Az edzőcipő egy picit korábban, néhány órával. Kiskutya bement, az első dolga az volt, hogy fogta, és a sarkát lerágta. És mindezt annyi idő alatt, amíg a nővéred elmesélt, hogy van egy új kutya. Van egy új kutya, hol a szobába. Berohantam, és akkor már nem volt sarka a cipőnek. Hihetetlen károkat tudnak okozni. Nem tudsz rájuk haragudni, mert iszonyú cukik. Persze, csak hát rombolnak, persze.
500 dollárért a kutyát is felvágná. Ez az. Radikálisabb. Igen, a dollár van a papír a legkevesebb. Gyapjúszálak vannak benne, ezért olyan strapabíró. Csak UV-fény alatt fog utána világítani, de attól még jó, ezt Helga küldte nekünk. Ha kimosátok gépben, akkor sem lesz baj egyébként. Tényleg, hát nézd meg, semmi baj nem lesz. Hogy áll az 500-asunk tényleg? Utas. Hát hál' Istennek a tied, de egyébként egész jó. Egész jól működik. Puhább lett, könnyebben szakad. Nedvesebb, ennyit látok csak, de semmi extra. Semmi. Még egyetlen felismerhető rajta a nagyságos vitézlő fejdelem. Igen. Mányoki Ádám. Egyébként a gazdi jó fej volt, mert hogy ugye ő összerakta ezt puzzle-ból, és bement a szövetségi hivatalba, és az állam is tök jó fej volt, mert nem sokkal később kiküldték a csekket az 500 dollárról. Igen. Amit a családfő állítólag stílusosan csak egy szent szar felkiáltással nyugtázott. A pénzt végül a kutya szemműtétjére költötte. De rendes, visszaforgatta. Milyen rendes, nem? 9:30 pontosan, egy perccel hármas ugrásra lehet nyugodtan jelentkezni. Jó, SMS számunk 06-70 645-00-00 jövünk a hírek után. 6-2-6-4. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz, pontosan egy perc múlva. A jó reggelt kívánunk mindenkinek, mérnek a 82-es főúton Zirc belterületén, ezt Kávés üzeni nekünk, köszönjük szépen, és trafi van az M1-esen a 87-es kilométernél Győr felé a felüljáróról, ezt pedig Geri üzeni, valamint Hajdúszoboszló Debrecen között a 4-es főút útépítés miatt totális dugót okoz, átjutás 20 perc helyett 1 óra. Nagyhegyes felé kerüljenek azok, akik tehetik. Ezt Évi küldte nekünk, valamint a 9. kerületben a Vágóhíd utcában mérnek a rendőrök a soroksári útról érkezőket, a Lurdi után. Bú üzeni nekünk. Köszönjük szépen. Olyan sok olyan e-mailt meg SMS-t kapunk ide a rádióba, olyan kéréseket hallgatóinktól, hogy lepjük meg valamelyik szerettüket valamivel, és hogy kicsit tréfáljuk meg őket, hogy kicsit konspiráljunk együtt, és aztán majd jót nevetünk itt az adásban, és sajnos ezeket nem tudjuk teljesíteni, mert hogy nincsen egyébként a rádiónak, nincsen egyébként a műsornak sem egy ilyen rovata, és én annyira örülök neki, hogy van egy hozzánk közelálló, vagy lesz egy hozzánk közelálló műsor, ahol lesz egy ilyen rovat, és hogy lehet majd jelentkezni oda, és akkor így majd lehet kérni hasonló meglepetéseket, hogy lehet majd velünk együtt konspirálni, és aztán egy picit így a háta mögött csinálni ilyen kis meglepetést a hozzátartozónk, és olyan tök jó, hogy végül is ismerem az egyik műsorvezetőt is elég közelről, a másikat is a tükörből, és így szerintem tök jó dolog ez is. Annyira örülök neki, hogy lesz ilyen rovat ennek a műsornak vasárnaponként. Igen, ugye, hogy miről van szó, ha bár ezt teljesen felvetetted, egészen spontán, hogy az újonnan induló műsor majd jövő héten vasárnap este. Igen, lesz egy olyan robot, amit a Jani is mondta, hogy szeretnénk olyan embereket meglepni, akik hétköznapi emberek, akik nem ismertek, szeretnénk, ha róluk is szólna valami. Itt elsősorban nem arra gondolunk, hogy vegyünk neki új mosógépet, vagy vegyünk neki egy új tévét, nem ilyen típusú meglepetésekre gondolunk, hanem ha úgy érzed, hogy a kapcsolatod nem a régi, ha szeretnéd feldobni, ha megbántottad, hiányzik valami, vagy van valamilyen nem mindennapi szokása, ami folyton felbosszant, vagy szereted benne, tehát ha valami extra meglepetést akarsz neki okozni, vagy csak egész egyszerűen kedveskedni, akkor erre keresünk mi jelentkezőket. Jó? Szerintem nagyon sok ember gondolkozik azon, hogy mivel lehetne, hogy lehetne, de nincs elég jó ötlete. Vagy nem tudja megvalósítani, vagy nem tud igazán nagyot álmodni, vagy nem tudja létrehozni a nagyot álmodot. Ezeket mi azt gondoljuk, hogy meg tudjuk csinálni. Elsősorban nem konkrét ajándékokról van szó, utazás, vagy tényleg tárgyak formájában, hanem valamiféle más típusú meglepetésről, amivel örömet okozunk neki, amitől jobb lesz, amitől a szürke hétköznapok kicsit könnyebben elviselhetőbbek lesznek, vagy ha például tényleg a kapcsolat már nem jó, és egy kicsit szeretnétek feldobni. Hát a Jani ugorjon ki tortából, az mehet? Hát egy kicsit összetettebb, nagyobb volumenű meglepetésekre gondolunk, igen. Igen, de hogy ehhez hasonlók mehetnek. Te ugorj ki a tortából? Na, ezt például már el tudnám képzelni. Ebben már van kreativitás. Igen, és van egy oldalunk, az rtclub.hu/Balázs Jani, baromi egyszerű megjegyezni, mert a hozzánk közel álló kereskedelmi csatorna per Balázs Jani, és ott tudok erről mindent elolvasni, valamint elküldeni az elérhetőségeteket, hogy aztán felvegyük veletek a kapcsolatot, de ne annak küldjétek el, akit meg kell lepni, hanem a sajátotokat. Jó? Ez egy nagyon helyes, és azt gondoljuk, hogy kedves, de azért hát hozzánk illően talán nem is biztos, hogy minden esetben annyira kedves kis rovata lesz ennek a műsornak, és tényleg írjanak azok, akik szeretnének valamiféle kedves meglepetést okozni a párjuknak, úgy, hogy ő arról nem tud, nem számít rá,
higgyel, maradandó élmény lesz. rtclub.hu/Balázs Jani. Jó? Ide jöhetnek a különböző e-mailek. Majd együtt összekreatívkodjuk meg, gergeljük, hogy milyen formában lepjük meg a páratokat. Nyilván valami olyan dolgot találunk majd, ami majd adásba is kerül. Tehát, hogy azzal nem vagyunk beljebb, hogyha igen, óriásit nevetünk, nagyon látható. Élvezzük, aztán pedig a kedvesetek azt mondja, hogy na jó, de hát ez aztán adásba nem kerülhet. Igen, az nekünk nem annyira hasznos. Akarod, te is írhatsz e-mailt, meg valamit kitalálunk. Én meg szoktam tudni ezeket oldani. Hát jó, de biztos van olyan, ami kicsit nagyobb horderejű, és kellünk mi, aki angyalszárnyal megáldott ilyen segítő, aki megérkezik, és valami nagyon kedves kis meglepetést összehoz a békának. De vajon mikor... Akkor az esküvőn kell ott legyen. Mikor esne le nekik a tantusz bent, hogy mikor lógra ki a lóláp, hogy mi a Ferit be akarjuk csempészni a műsorban. Figyelj, ha átnevezzük, és azt mondjuk, hogy itt van Gábor, aki szeretné meglepni, kimennek Gábor lakására, Gáborral nem találkoznak, ott előkészítik a meglepetést, mert a végén belép Feri, az már ugye ott adásba kell tenni. Miért szóljátok annyira? Ki ez? Hát de miért? Most csatorna kompatibilis. Hát egyébként nem. Igen. Most nincs áruló szerződése. Meddig megy ez a műsor? Amíg nem kap feketét az RTL. Vagy amíg ki nem rúgnak minket. Tavaszig megy, akkor tavasszal lehet. Tavasszal egy esküvő? Összehozhatjuk, akkor no, legyen. De hogy ez nálatok már így realizálódik, tényleg? Nem, mindig teljesen reális elképzelés. Az esküvő csak valahogy mindig elmarad. Túllépünk rajta. De hogyha ilyen nagyszerű felajánlás van... Nem kis dolog azért nálatok egy esküvőt meg... Bizony, akartam mondani, nyilván akkor ebben az RTL klub az anyacsatornátok pénzügyileg is beszáll. Mehetünk, gyerekek, van ki fizesse a sátrat, a malacot. Sátrat. A kondát, milyen malacot. Én nem mentek szállodába, inkább sátrazni akartok. Persze, a nagy sátra. Ja, ez ilyen három napos ott alvós, olyan tervezett? Egyhetes. Nem lesz adás itt, azt én egy most szólok. Két személyes úgynevezett kutyasátrat be tudok dobni a közül. Olyan nekem is van. Na, az, hogy ilyen nagy szabású lenne? Megjött a kocsi kulcsot, leakaszt. Na, de mit tudom én most például, te tervezel egy esküvőt, vagy egy hallgató, aki szeret, és neki, vagy a párjának van egy álma, amit szeretne megvalósítani az esküvőn, de nem tudja, vagy nincs anyagi kerete, vagy nem tudja leszervezni, nincs hozzá kapcsolata, és ír nekünk, akkor mi azt megpróbáljuk megoldani, vagy megpróbáljuk megcsinálni azt, amit a párja mondjuk szeretne. Nyilván nem egy stratoszféra ugrásra gondolok, hogy így érkezzél meg az esküvőre, tehát nem ilyen típusú dolgok, de ez egy nagyon helyes és kedves rovata lesz ennek a műsornak, úgyhogy lehet rá jelentkezni nyugodtan. Jó? Kedves tőletek. Kedves. Igen, szerintem ez még hát, igen, fura. Fura, ezek nem is mi vagyunk. Igen. A robotban fura, nem gyanús. Is bukkanunk fel. Igen, ezek nem mi vagyunk. Na, megnézzük, hogy ki a mai játékos, itt van velünk Zsuzsa. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hello Zsuzsi, jó reggel! Sziasztok, Zsuzsi vagyok, Tatabányáról. Tatabányáról, hello. Ott is nagyon hideg van? Igen. De mondjuk nekem most tök melegebb van, mert tök izgulok. Na. Csak? Igen. Csak. Dolgozol vagy tanulsz? Dolgozok. Itt ülök a cellába, a cellatársaimmal. Na, igen. Igen. Ki a cellatársad? Damu Roland? Nem. Csak csajokkal vagyunk, meg van egy csak férfi. Na. De jó dolga. Koedukált börtön, az abszolút. Az abszolút. Te vagy az őr. De mit csinálsz tényleg? Adatátviteli kábeleket. Adatátviteli kábeleket gyártasz? Így van. Aha. Csak a neve hangzik jól különben. Aha. Mi egy napod, vagy mi a munkafolyamat, amit te csinálsz? Mert gondolom, hogy ez minden percben mindig ugyanaz, nem? Tehát ez egy ilyen... Hát, valamikor változik, ma például gépen dolgozok. És mit csinál az a gép? Hát van 8 ér, és azt bekrimpelem. Parancsol? Ne csináljuk. Aha, hát az kemény. Ja, hát az nem, részes. Már 9 éve csinálom. 9 éve krimpelsz? Ja. Igen. Hát az, akkor az már kis ujjadban van. Persze. Senki nem úgy krimpel ebben az országban, ahogy te. Az biztos. És de amúgy már találkoztunk Tatán is, csak akkor nem volt a Balázs. Tényleg? Szabin volt. Én voltam a igen, nem fekete-fehér játékos. Amikor futottatok? Vagy igen, mikor? Igen. Igen, hát én nem futottam, csak megbotottam a küszöbbe, meg akartam játszani, csak nem jött össze. Aha. De jó. Na. És már akkor is krimpeltél? Igen. Gépig vagy kézi krimpel? Gépi. Ami kell. Így van. Hány darabot, métert, kilót klimpelsz egyébként így egy naponta? Hát, olyan 7-800 darab. Az jó a teljesítmény. Az szép, nagyon durva. Én 300-nál szerintem lefűznék. Én 800. Ugye? Nekem egyszer meg 400, de utána kivettem Szabi. Igen, akkor nagyon. Rimpelni utána. Hányan vagytok most a Zsuzsi?
Most körülbelül 16 csaj, meg van egy szám férfi ember. Egy darab? Így van. De valami eunuch, vagy valami háremű? Kikérem magamnak, ugye? 16 csaj között egy pasi. De ő csak nézheti, hogy krimpeltek, ugye? Tehát ő nem szállhat be a krimpelésbe. Ha bármi baj van, akkor jön és segít megoldani a problémát. Betétet cserél, azt üzeni. Betétet cserél? Megértem, ha inkontinencia problémái vannak, feltétlen muszáj. Nem, már megvolt a nem váltó műtétje. Ja, igen, nem értem. Azért az meg, hogy 16 nő között egy pali, hogy ezeket a csacsogást, a nevetést, a pletykálkodást, az egészet azért így elviselni egy szempasiként, és nincs ott egy nő, akivel egy jó BL meccset meg tudná beszélni, nem? Hogy azt mondja, főnök, azt mondja, be van idomítva már. Szegény. És ő mit csinál egyébként, vagy neki mennyi a feladata? Ő, hát TMK, ha valami baj van, akkor jön és megcsinálja. Tervszerű megelőző karbontartás. Így van. Az bizony. Szegény. Na jó van, akkor dobjátok össze a jó válaszokat így együtt 15-en, okay. Jó? Jó, oké, okay, köszönjük. Mehetünk. Hallanak a többiek? Hallanak, de majd lehet, hogy szólok nekik én is, tehát, hogy nem hallják, hogy nem papagáj vagyok, csak elmondom még egyszer a kérdést, jó? De most te arrébb jöttélük, meg a körbe gyűlték a rádiót? Hát mindenki dolgozik, szorgosan, én meg itt állok a terem közepén. De mi is most mit, hogyha halkabban klimpelnének, mint igen. Egyébként? Mert szóltuk, hogy most ne használják a gépet, mert akkor nem tudok telefonálni. Uh-huh. Na. Na jó. Te teljes üzem állt le a játék miatt. Így van. Minden egyes jó választás, írdatlan sikítás, jó? Oké. Okay. Itt van DJ Skuló, majd ő vezényli a tömeget. Így szól az első kérdés dedikált nyakbalkasztóért. Melyik ország része Alaszka? USA. Jaj. DJ Skuló vezényli a tömeget. Sikítás! Jó, vettek csajó! Na mi van? Hallgattak a többiek? Vagy mi van? Hallgattak, az meg vannak szeptember. A körmük rég a klimpelés. Menjünk tovább? Persze. Melyik szabadságharcot zárta le a szatmári béke? Így szól a második kérdés dedikált Egér Alátitért. Húha. Na, gyerekek! Na? Első vagy második a Rákóczi szabadságharc? Erre most mit nyomjak? Első vagy második Rákóczi szabadságharc? Ne. Annamari kinyírlak. Yeah. De mi, hogy első de Rákóczi, hogy a... vagy második Rákóczi? Nem lehet, hogy Annamari megbukott, kétszer tanulta a Rákóczi szabadságharcot, és ezért emlékszik úgy, hogy az első és a második Rákóczi szabadságharc. Valamiből kettő volt, vagy a Rákócziból, vagy a szabadságharcból. Mindig mondtuk neki, hogy Libáért kapkod érettségét. Nem, egyébként a Rákóczi szabadságharccal nincs baj, csak nem volt, hogy első meg második nem, Rákóczi ilyen. Szabadságharc, tehát ez nem volt. Más volt, de szabadságharcból nem volt kettő. Jaj, hát most írok. Megértem. Ne, mesélj. De komolyan, mert annyi eszemet küldtem már, hogy bekerüljek, és most nem sikerült. De, bekerültél. Hát bekerültem, csak nem nyertem semmit. Hát a... Azt nem. Ne sírj, viszont vedd elő a képes történelem sorozatból a két fogány közt című részt. Mi ezzel az időszakkal foglalkozik is. Zsuzsi. Fölhangosítottátok a rádiót? Kideültem már, gotikát. Kapcsoljátok ki, mert most már nagyon krimpelsz? Jó. Beültél krimpelni? Igen, már ideültem a gépemhez. Mindjárt megfejelem. Jó. Megértem. Nincsen mentő kérdés? Hát keresem, de nem látok ilyet. Mire gondolsz? Hát, hogy esetleg kapnék még egy lehetőséget. Tényleg már annyi SMS-t küldtem, hát, hogy... Igen? Sokat? Uh-huh, igen, és tudom, hogy imádtok, meg én is titeket, már tényleg már jönnek óta hallgatnak. Júj, de jó! De na, tényleg már még a Danubiusban videó hallgatom a titeket, és már annyit küldtem. Mi volt a Danubius szlogenje, tessék? Húha, várj egy kicsit. Na? Valami spiritus. Na jól van. Ha most bemondtad volna, hogy Danubius az Érrádióm, akkor igen. Jaj, tényleg, de ez a kasszetemre érvényes. Kasszetem az Érrádióm, nem? Nem, nagyon nagy kavarodásban vagy. Igen, már majdnem úton volt az ajándékcsomag egyébként. Jaj, nem. Kérlek a forma egyről. Igen, kasszetem a rádió. Klasszefem a rádió. Erre a szlogán. Kérdez a Forma 1-ről. Ki nyerte a 63-as nagy díjat Monakóban?
Most azt mondtad, kérdezzelek a Forma 1-ről. Igen, de 82-ben születtem. 63-ban az még, húha. Még tévészem volt talán. Ki nyert az első magyar nagydíjat? Az első magyar nagydíjat? Várjál. Na puszi lányok, szevasztok, jó munkát! Szevasztok! Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Helyesek voltak, tényleg valamit megérdemeltek volna. Igen. Azért kaptak pár mentőkérdést. Igen. És mégse. Igen. Na jól van. Peti hetesünk, Peti szabadságra ment. Igen. Már megint. Mert hova? Utánozza az abaházit. Elment szabadságra. Elment pihenni egy kicsit. Szólt? Igen. Utólag igen. De meglátjuk, összeállítunk egy Peti hetes best of-ot a legjobbakból, amiket mi nagyon szeretünk. Ezzel jövünk majd a hírek után, egy perc múlva 9 óra. 4:10 lesz egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Hideg a reggel, ha valaki most indul, az készüljön, mert csipős. Aztán jön az indián nyár állítólag jövő héten, de most hideg van. Vagy eszkimó nyár. Igen. Trafi az M31-esen, az M0-as felé az 5-ös kilométernél 110-zel lehet menni. Ezt Andi küldte nekünk, és van egy trafing az M3-asnál is, Debrecen felé a 105-ösnél. Mi lett a meccs vége? Mi lett a meccs vége? Mondom nektek, azt mondja, Nadal. Hogy ugye Fognini, Nadal 6-2, 4-6, 1-6. Szép volt. Köszönöm, hogy megtarthattam ezt a 10 játékpénzt. Úri ember vagyok? Nagyon. Ugye? Fél szerintem azzal is jól járnál felé, hogyha most odaadnál egy 5-öst. Érted, miért mondom? Húzzál be. Nem, csak mondom, mert egyébként 10-et buktál volna. Most 10-et bukni, vagy érted, igen. Akkor csak 5-t. Adja neki oda vicc. Nem fogadtunk, tudod, de ezt az apróságot elfelejtel. Van nálam egy 500-as, ezt tudom. Köszönöm, hogy nem vettél ki 10-et a zsebemből, ezért adok egy 5-öst. Tessék, nem? Igen. Ja, mondom, erre nem fogadtam volna, ismerem a Nadált, hogy játszik, tehát ez várható volt. Budai rakpart a Rákóczi hídtől lépésben halad, szokás szerint további szép napot üzeni egy hallgató, és 86-os kilométernél a felüljáróról, fekete autóból mérik az M1-esen a Győr felé haladókat, írja Zottya. Valamint van még 82-es főúton Zirc belterületén is, ezt kávés üzente nekünk, és Hajdúszoboszló Debrecen közötti 4-es főút útépítés miatt totális dugót okoz, átjutás 20 perc helyett 1 óra. Nagyhegyes felé lehet kerülni. 9. kerületben a Vágódi híd utcában mérnek a rendőrök a Soroksári útról érkezőket, ráadásul a Lurdi után, ezt Bú küldte nekünk, és igen, ezt mondtam, de mondom, még egyszer van egy trafing az M1-es 86-os kilométerénél Győr felé. Na, mi drága Petink szabadságon van? Így van, elment egy kicsit pihenni ez a drága jó tehetséges ember. Igen. Nagyon sokan írják, hogy le egy reklámmal, meg elég belőle, meg mindenkit meg akarnak ölni. Ez a dolog működik, nem? Tehát, hogy már tudják, hogy milyen reklám, mit reklámoz. Igen, csak kérdés, hogy ezek tényleg, után bemész-e. Tessék? Az kérdés, hogy ezek után bemész-e oda. Igen, egyszer érdekes lenne egy ilyen kutatást végezni, hogy a nagyon irritáló reklámok, amilyen ez is, azok valójában célt érnek, mert beég a márka, vagy azt mondod, hogy annyira irritál, hogy nem biztos, hogy megveszed azért, mert fölhúztad magad a reklámon. Hát a reklám... De szerintem egyébként inkább beég a tudatot. A reklám szakemberek azt mondják, hogy kétféle mérője van, amit te mondtál. Az egyik az, hogy beég, de ez nem ebből nem következik az, hogy vásárolni is fogsz. Tehát a reklám igazi fokmérője az, hogyha az eladáson látszódik, hogy oda most egy csomóan bemennek. Szerintem az igazi kérdés ebben az esetben az, hogy egy irritáló reklám taszítóvá válik-e. Tehát, hogy nem mész be, tehát, hogy pont az ellenkezőjét éred el vele. Mert megjegyezted, oda nem úristen, ez az a gázos cég, akinek az a szörnyű reklám, eszembe nincsen bemenni. Igen, csak szerintem ez nem így működik, hanem úgy működik, hogy te meghallod ezt a reklámot, baromira irítál. Beég a márka. Aha. Beég a márka, és amikor te egy ilyen terméket keresel, akkor már csak a beégett márka jelenik meg, de nem jelenik meg hozzá az a jelentéstartalom, mert azt elfelejted a hónapok alatt, hogy ez a reklám akkor téged irítált. És ott van egy csomó ismeretlen termék, mondjuk, ugye? Aha. Tehát bizonyított tény, hogy azért ezeknek a reklámoknak ereje van, tehát 5 ismeretlen és 1 ismert, működik, oda nyúlsz. És mégis ezt fogod meg. Tehát ez most idegesít, de maga a márka, az beég, elmész, keresel, nem is figyelem, hogy mit reklámoz, egyébként nem jutottam el soha a végére, csak a hatásokat nézem meg az SMS falat, hogy ki mennyire irítál,
odamész, és ott van hat másik ismeretlen, meg ott van ez a termék. És a neve ismerős lesz, és azt mondta, hogy át ezt valahol hallottam, mondjuk egy vagy két hónap múlva, és oda nyúlsz, és megveszed. Szerintem milyen hatása is van? És ott már nem jut eszedbe, hogy ez volt az a reklám, ami egyébként nekem három hónappal ezelőtt baromira irritált, nem? Hanem ott már csak tudod, hogy ez valamiért ismerős, tehát biztos jó, hiszen hallottad valahol, és ezt valaki mondta, és a többi ismeretlenhez viszont nem nyúlsz oda, de nem teszed hozzá azt, hogy téged ez idegesített két hónapja. Nem? Nem lehet, hogy így gondolkodnak? Hát van benne valami, de szerintem azért kockázattal jár, főleg mondjuk egy világmárka esetében, hogyha mondjuk bevállal egy ilyen típusú reklámot, mert adott esetben tényleg elretentheti őket, és ezért én tényleg azt javaslom őket, ha világmárkáról van szó, akkor inkább menjenek biztosra, keressenek meg engem, 0670-645-0000, olyan reklámot csinálok nekik, arcanével természetesen vállalom megfelelő készpénzösszeg ellenében, hogy nem fogja irritálni az embereket. Szórakoztatni fogja őket, és hitelesen fogom képviselni ezeket a világmárkákat. Tehát keresünk nullát. A bűcsében. Csomó minden bele tudnának képzelni, azért, ahogy egyébként mindhármunkat is. Néha azért meglepődök rajta, hogy világmárkák mekkora mellényúlásokra képesek, ugye. De is folytatni. Érted, a jártutat járatlanért, hát azért komoly. Most hazudnék azt, hogy értem, hogy mire gondolsz. Tényleg? Igen? Tényleg nem értem. Tényleg, jártutat járatlanért. Világmárka mellé nyúl. Nem? Tényleg? Nem? Nem? Nincs meg így sem. Nem. Na. Miben tudnálak benneteket elképzelni, ami jól állna nektek? Szerintem mind három karaktere olyan, hogy van, ami jól áll. Amire lehetne használni bennünket? Téged egy szenzációs hálóság reklámra tudnának elképzelni, Jani. Én nagyon sajnálom azt, ez most viccet félretéve, nagyon, nagyon komolyan mondom, hogy van egy csomó olyan prémium kategóriás túracucokat gyártó cég, aki Magyarországon csak ilyen viszonteladókon keresztül van benne, és komolyan mondom, nyálcsorgatva szoktam a honlapjaikat böngészgetni, hogy milyen minőségű termékek vannak fent, és mennyire el tudnám képzelni abban is magam. Mindenféle tekintetben egyébként, tehát hogy viselőként, akár reklámarcként, stb. De sajnos ezek csak viszonteladóként vannak benne az országban. Veled egy olyan reklámot csinálnék, hogy mennél volna túrázni, és mindig te járnál a legrosszabbul. Elütnének, fölvennének stoppolni, más városba vinnének, elvinnének egy ilyen erdős túrára, ott hagynának, de te mindig túlélnéd, mindig kijönnél belőle, csak szerencsétlenségek történnének veled, ahogy egyébként azért ez a te karakteredre sokszor jellemző, a fölszállsz vonatra, nem oda megy első osztály, másodosztály, taxi, nem oda megy, máshova víz, csak mondom, hogy forgatási helyszín egyébként három nappal ezelőtt nem forgatjuk sikerül. Az új bejátszókat, Aradi utca, 10 akár mennyi, mit tudom én, harmadik kerület. Egy órával a forgatás kezdése előtt, Jani, itt vagyok az Aradi utcában, beszél a gyártásvezető. Hol? Hát az Aradi utcában hol vagytok? Hát mi, te hol vagy? Hát a taxis a hatodik kerületben. Egyébként igen. Jani eldőlt átsül, és egy szúnyogkárt egyet az Aradi utcában megérkezett. Hát, és kedves János, itt vagyunk. Aha, az nem, csak ez nem az az Aradi utca. 45 kilométerrel arrébb elő. 2 perccel a forgatás kezdete előtt beugrott a Jani, üveges tekintete. Rossz helyre vitt a taxi. Mindenki odaért, mindenki ott volt. Elvitte az Aradi. Mondja, érted, hogy figyelj. Elnézést, több is mondom, van. Időben még mennyi? És akkor mondja, hogy bát itt, hát mondjuk itt az Erzsébetinon, és akkor majd ott az András. Mi van? De mondom, figyelj, András út, ez hogy jön ide? Mert hogy mit szerintem ez Budán van ez a cím. Nem a hatodik kerület. Mondom, nem. Harmadik. Épp hogy csak nem késett. Ha, most mondod. Most mondod, hogy itt vagyunk az Aradi utcában. Hát a gyártásvezető rendelte a taxit. Nem neki kéne mondani, hogy... De ez annyira te vagy. Tehát elmész egy vonattal, nem ott tesz le. Mindenki megkapja a hideg csomagot, te nem kapsz. Mindenkinek jó a szobája, neked penészesedik. Tehát ez valahogy. Mindenki nyugodtan alszik, te lift mellé kapod, és nem tudsz egész éjszakát. Ez lenne az első két penészes szoba lift mellett, és te fogod a hálózsákodat, kimész a mezőre, télen így kigurítod, befekszel. Rosszul látjátok a dolgot. Rendszeres hallgatóink, ugye az ország minden pontján, ezek a különböző úriemberek, úrhölgyek, akiknek intézzük a szobafoglalásokat, és szeretnék, mert tudják, hogy ez egy nagyon hálás téma itt a műsorban, ha image-ben maradnék. Fontos, vele. Hogy a karaktered menjen. A Feri nyilván konyhai dolgok, mit tudom én, a Teleshop legújabb késajálójában. Óriási. Úgyhogy olaszul beszélnél, nem te beszél, és lenne egy magyar tolmácsod. És csak olaszul hadonásznál mindenféle kések. Hitelesnek tartanátok egy olyan reklámot? Aston Martin, mert megértem le. Mert ez vagyok én. Igen. Tehát, nem tudnálak elképzelni. De már a DB9-esét? DB9. Ha nekem van, neked nincs. Ki a ciki? Te vagy én. Igen. És tudod, hogy igen. És akkor így elmenni az autó, és akkor VJ70, ez lenne a rendszám.
De nem, például a BKV reklámarcának tökre el tudnának képzelni. Tehát a vitézék gondolkoznak azon, hogy hogyan népszerűsítsék téged, simán el tudnának képzelni. Mi ez DB, várjál, mi volt ez a DB9? Na, oda például el tudnék képzelni egy ilyet, hogy bennülnék, és akkor DB9, mert megérdemlem. Esetben így hátramenetbe kapcsolni, és neki mennék egy tűzvallag. Igen. Nem, DB9. Ezt nem érdemlem meg. VD40. Ez az én... VD40. Viszont mindent megold. Én ezt veled egy ilyet csinálni. Kiszállnál az Aston Martin, most mondom, ez nem jár nekem, ami jár. VD40. Fújja be őt is, meg nyikorog a zsalúja. És eltekernék a bringámat. Nem? Azt mondja, hogy tök király lenne. Kicsit még. DB9, hagyjál már. VD40. Király. Két fújás, és... Igen. És elhúznék a szarvascsárda irányába az ülői. Veled valami brutál matrixos ilyen levegőben feldob apróra szer, valami olyan high-tech reklámfilmet csinálnék, Feri, hogy iszonyatos lassításokkal, iszonyatosan felsnittelve, valami brutál durvát. Brutál durvát. Többen írják a hurka-gyurka reklámot újra kéne. Ez pedig a védes hurka. Igen, hurka-gyurka. Igen, az jó volt. Nem, de tényleg, Ferinek ilyen lenne. Ilyen lenne szerintem. Nyisikori 70? A világ legjobb késlés. Tudod, és mint Mátrixban, ne úgy mennének felé a retkek, a saláták, a felé, a levegőbe felvágna, elhajolna, iszonyatos. Egyébként az ma már nem is drága. Zöldségekkel dobálnak, mint hogyha surikenek lennének, aha, és a Feri pedig ezzel a késkészletet elég zsülére vágná, és utána pedig lehetne, csak az kicsit verítékes homlokát lehetne látni, még a szemét a ninja ruhán keresztül, és aztán pedig a végén lehúzna, és ott lenne, és akkor lehetne látni, hogy Rákóczi Feri van. És mi volt a termék? Icsikamó 70. Icsikamó 70. Nem, Nisikor, jó is itt rendező. Nisikor. De nem, óriási lenne. Ez jó. Az angyalföldi szamuráj. Testhez álló egy ilyen szamuráj ruha, mert akkor nem vállalom. Slankít a fekete. Az igaz. Jani vidáman integet a krokodil szájából, mert neki ez a hálózsák. Igen. Igen. Aston Martin, vagy Aston Martin? Aston Martin. Aston Martin. Jó, köszönöm. Nem. Csak azt mondom, hogy Aston Martin. Igen. Na, szóval mindegy, visszatérve, érdekes ez a dolog. Szerintem ezek a reklámok azért elérik a céljukat. Tehát valójában beépül. 3 hónap múlva meg elfelejtett, hogy ideges voltál, és viszont akkor pedig már oda nyúlsz, mert valahogy ez rögzül. Na, jól van. Oké. Peti hetessünk következik. Peti szabadságon van, elment egy kicsit pihenni. Megérdemli, sokat dolgozott, sok fellépése volt, jó anyagokat csinált, úgyhogy abszolút megérdemli, hogy elment Szabira. Viszont mi összeválogattunk olyanokat, amiket szeretünk, amiket kedveltünk. Ez hát az elmúlt egy évből húzogattunk be, nem? Uh-huh. Igen, körülbelül másfél. Az első egy nagyon helyes kis anyag volt, még valamikor áprilisban. Ez a politikus bevonuló, ugye arról szólt, mi volt az eredeti hír, hogy bevonulnak, nem tudom, mi volt az eredeti hír, mindegy, Peti magyar politikusokkal elképzelte, hogy milyen lenne, ha mindenkinek saját zenéje lenne, és saját zenére vonulna be a parlamentben, mint ahogy a boxpecseken is bevonulnak. Megadják a módját. Így van. Na, meghallgatjuk ezt. Hiller István! Szanyi Tibor! Orbán Viktor! Gábor! A vonal nem vár!
Na, ez volt az első. Aztán a költészet napjára is írt Peti nekünk egy Peti hetest, és kicsit modernizálta. Ugye a falu végén Kurta Kocsma című művet, ugye, hát ezt mindenki ismeri, miről szól tulajdonképpen. Mulatnak bent a kocsmában, és aztán hát nem tudják őket elcsendesíteni, a nagyurak, aztán arra megy egy szegény ember, és megkéri, hogy hát betegség van otthon, ugye egy kicsit mulassanak csendesebben. És azért, neki megteszik. És neki megteszik, ezt csak azért kell tudni, hogy az ember ismeri az alaptörténetet, hogy aztán értse a dalt, hogy miről énekelt Peti a költészet napján. City végén menő dizsi, onnan rúg ki a security. Cool a pia, mi volt benne, a flash, mintha közeledne. Sirály bige közeledik, a sok spal lecsendesedik. A fehér rucit kikötötték, de a ruci alatt a sötétség. Zsír a music, nagyon oké, új mixet nyom a diszjoké. Haver csávok nem stresszelnek, reng az ablak, úgy denszelnek. Pultos bébi, te kis ribi, nincsen piám, az a bibi. Nyomás ide egy kajpirinyát, frankon vattát köpök mindjárt. Tolja DJ, pörgesd jobban, a mély nyomó majd szétrobban. Bepattintok még egy exet, nem hagyom abba a dance-et. Bekopognak az ablakon, zajos csürhe szemben lakom. Azt üzeni az én nejem, a basszustól szétmegy a fejem. Öreg, ne pampogjon nekem, mert a végén megfejelem. Csapas DJ csak azért is, lehet akár hajnal hét is. Megint jönnek, kopogtatnak, csendesebben gizduljanak. Mi vagyunk az önkormányzat, végleg bezárjuk a házat. Peti! Hatalmas! Modernizálta ugye, hogy hogy történne ez most a jelenkorban. Csendesebben gizduljanak. Igen. Oké, ugye emlékezzik, vagy emlékezhet mindenki az esetre, amikor a hammeresek ugye hát felmentek a Balaton jegére, és megpróbáltak átmenni, illetve az egyik elindult, jött a másik segíteni akart, ő is beszakadt. Így hát okosban. Vagy versenyeztek, együtt indultak déli partról északira, próbáltak átjutni, nem tudom, 4-5 tonnás autóval, nem értettük igazán, de vicces volt. A második persze nem vállalt felesleges veszélyt, hiszen kirakta például a forgalmit a kesztyűtartóból, így lekönnyítve az autót már bátra ment a jég. Ez még 2012. februárjában történt, Peti erről is énekelt. Unom a bulikat, s a nőimet, kéne valami nagy dobás. Agyamban zsizseg már a protein, feszít belülről a kokszolás. Többikbe nyomnám a gázpedált, de tökölődés is 30-as tábla. Kihajol az ablakon a kopasz fejem, köcsögök, húzzatok már a pikkába. Nyugati gépemen, a magyar utakon tépni esélytelen. Ott van egy nagy terep, kilóval rámegyek. Előttem süllők és keszegek. Hammerrel pecázni élvezet, lezúzzuk akár a jéghegyet. Recseg és ropog, hú te föcsög. Egy harcsát elütöttem, kis köcsög. Elpecázni élvezet, lezúzzuk akár a jéghegyet. Recseg és lopog, hú de fröcsög. Egy harcsát elütöttem, kis köcsög. Peti! Hogyan ne sípoljunk ki dalszöveget? Igen. Ugye? Na, a Paris Hiltonos hír, én már nem emlékszem, valamit csinált megint, és Petit ez megihletted, hogy mit csinált a Paris Hilton? Ez 2011-ben volt, még erre nem emlékszem. Bevonult való, vagy kutyával, vagy elesett, vagy berúgott, nem valami ilyesmi volt. Vagy mind három egyszerre a hárma. Igen. 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 Igen, viszont Peti erről is énekelt, meghallgatjuk, hogy mit. Ülem ellén, ha valamit mondok, szőke vagy látom, hát még egyszer elmondom, figyelj!
nem vagy gyenge, de agyilag nem vagy egy penge, attól érzed magad jobban. Ha sokat költesz, a sokban tudom én, lóvés vagy persze, és bulizol minden percben, gyakran a fegyvert jövőbe nézel, és elsütött szájjal kézzel, mert hiába vagy gazdag, téged is ugyanúgy húznak, az ágyad meg van vetve, és akinek volt rád kedve, az videóra vette, és felpakolta a netre, mert te sem vagy golyó álló, és ezt kihasználta a csávó, egy csillagot kapsz a végén, és újra minden tévén, csak rólad szólnak a hírek, veled van tele a sajtó, a vörös szőnyek szélén, nyílik a limuzin ajtó, de a paplan alá bújva, ez a szőke média lufnya, az egy csillagos Hilton a legjobb szolgáltatást nyújtja. Lehet, hogy nem egy észlény, de jól megy a Hilton részvény. A világot látnál szebbnek, amikor bélszint ad egy ebnek, aki még sosem látott marhát, neki a csúcs a csirke farhát, ahogy a pincér tálcán hozza, boldogan körbe húgyozza, na gyere csak kutyú szépen, vízt teszel a retiküljében, már megint nincsenek hírek, hát róla cikk ez a sajtó, ezer vakú villan, ha nyílik a limuzin ajtó, és a véletlenül éppen az útjába kerül egy kutya, neki az egy csillagos Hilton a legjobb szolgáltatást nyújtja. Nem kedveli őt, ugye? Nem kedveli. Az utolsó pedig egy olyan hír volt még áprilisban, hogy szexfilmet forgattak egy foci stadionban, vagy öltözőben. Ugye? Aha. Hogy ott öltöztek a focisták, és aztán kimentek, hétvégén pedig valahogy oda bejutott egy pornofilmet forgató stáb, és az edző, meg a klub engedélye és tudta nélkül, hát pornofilm forgott. Ami aztán kibukott, és elég komoly ügy lett belőle. Petit ez is megihlette. Ez a csapat, ha kimegy a pályára, a bírólány nem sipot vesz a szájába. Hogyha beáll eléje egy rossz sorfal, a büntetőt elvégzi egy ostorral. A lányok ma beöltöznek lengébe, mindegyiknek csatár van a segítségére. A pálya szélén porzik már a murva, az egész csapat hivatásos kuratóriumi elnök. Az egyik lány sej az időt nem lopja, az ellenfél csávót rögtön leszorítja. A hátvédet kicselezi lazán, de előtte még ugrál a fantasztikus pályán. A partjelző a dolgát, de jól csinálja, a zászló nyelét dugja be a piros ruciába. A szemednek mindent el ne higgy, máma, futás közben leng a fiúk fütyegő lánca. A csatárlány már magát nagyon kínálja, csurom nedves oda lenn a pitypangos pálya. A vakonda pályát sejde feltúrja, míg az edző a lányokat megkukkolja. Magas a fű, hozzá már egy kacát, de le ne vágd a főszereplő falábát. Az összes lány rátámad a kaszásra, és ráveszik egy jó kiadós bondázásra. A becsúszó szerelés, de durva, minden lány alaposan megkutyagolva. A söprögető srác kéri a cseréjét, mert kiürítették már a herendi vázát. Ez itt a Morning Show. 3-10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánom mindenkinek, itt a Peti Hetest. Kérdezik, hogy hol tudjátok letölteni a morningshow.hu-n, ha az archívumra rámentek, és az archívumban mint kifejezés rákerestek, hogy Peti Hetes. Akkor, ha Polgár Peti, akkor inkább a név és város himnuszokat adja ki. Ha a Peti Hetesekre kerestek, ugye a Polgár Peti az egy régebbi rovat volt, a Peti Hetes az újabb, archívum, kifejezések, keresés rovatban ott ugye a Peti Hetes, és akkor ott szépen meg tudjátok hallgatni. Letölteni is le lehet? Meghallgatni. Ha, oda nem adjuk, csak meghallgathatjátok. Aha. Mi az? Csak néztem, hogy az egyik kedves hallgatónk érdeklődik a zene iránt, az egyik iránt, mert hogy lenyomnák egy hétvégi buliban. Jenko, természetesen mondjátok, ugye, hogy Polgár Peti szerzeményéről van szó, amit a Morning Show-ban hallottatok. Különben perelünk? Hát persze, szerzői jogvédő. Tehogy ne, beugrunk Feri mellé. az alfába. Fellépünk, igen. Két nap alatt platina lemez lett a Hooligans história lemeze. Köszönjük, köszönjük Morning Show, a huligánok. Gratulálunk nektek. De rendesen. Igen, helyesek. Itt voltak nálunk egyébként valamelyik reggel. 3-4-10 múlt pontosan 6 perccel. Hello Csabi, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok.
Mi a helyzet? Újabb fordulat. Ugye javítják az utcánkat, ezt már többször meséltem, ugye tegnap is, és ma reggel képzeljétek el, sarokházban lakunk, és a sarkunkon álló fát kidöntötték. Mert hogy jönnek tovább. Ma kiderült, én eddig azt hittem, hogy csak a mi sarkunkig jönnek el, és aztán elfordulnak a másik utcába. És aztán ma azt mondták a munkások, hogy nem jönnek tovább, építik tovább az esővíz elvezető csatornát. Abban az esetben, ha lejátszom egy jó zenét a rádióban, ez volt a kérésük. Hát ezt vágyom. És lejátszod? Hát mondtam nekik, hogy bocs, akkor álljatok meg. Ne. Mondtam, hogy már rég vége kellett volna lenni a munkának, minden nap jó zenét. De várjál, ne vicceljetek. Az USA kormányos sem tárgyal terroristákkal, te se hagyd magad sarokba szorítani, nehogy már zsaroljanak. Jó, de hát érted, nálunk mindig jó zene szólt, tehát ha csak ez nem múlik, akkor rég be kellett volna fejezni a munkát. Nem? De tökéletesen igazad van. És azt hallottad, hogy Svédországban a zöld párt elismerte a permetezést? Nem? Mindegy. Csak ja, mert hogy ott is van peronoszpóra és így védekez. Hogy már ők is felszólították a svéd kormányt, hogy ismerjék be, hogy a vegyi csíkok az égen azok mit jelentenek. Nem hallottad? Hát mindegy. Azért megemlítem. És azt hallottad, hogy Platina lett az új Hooligans? Már? Kettő nap alatt. Most jelent ki? Most jött ki elsőjén. Ennyire. Itt voltak nálunk, megtoltuk ennyi. Ennyire jók a srácok egyébként. Voltál futni? Ma nem. Nem voltál? Egy kicsit ellustálkodtam ezt a hetet, eddig még csak egyszer voltam, de rámegyek. Tehát hát szombat-vasárnap nem futsz. De miért? Holnap például úszni megyek, kérlek szépen. Na, hát az is valami, nem? Hát, persze, az se rossz. Azért te mondtok valamit, hogy jaj, de király. De hát attól függ, mennyit húszol? Hát, szerintem egy 25 métert mindenképpen. Mi ki nem ér a medencéből. Valószínűleg nem, tehát a távot azt nem tudom, egy órát fogok úszni, mert a Romeóval megyünk ilyenkor mindig úszni, és akkor amíg ő ott tanulgat, meg foglalkoznak vele, papa ott. Addig én is nagy lendülettel belvettem magam. Általában ilyenkor 2 kilométert leszoktam úszni egy óra alatt. Lassan ilyen Iron Man-es leszel. Jön a nyár újra, majd bejössz bringával, és akkor megvan a futótávod, megvan a bringatávod, az úszótávod. Lassan alakulsz. Jön a nyár. Alakulsz. Lassan jön. A nyár. De mai. Hát a két magyar, aki most ugye vezeti. Igen, Olaszországban. Olaszországban minden nap megcsinálnak ugye egy Ironman-t. És pont tegnap a kívánság műsorban elég erős. Az egyik sporttársuk, egy bonyhádi fiatalember, aki 2009-ben lett világbajnok, küldött nekik egy dalt. Igen. Nem tudom hány napon keresztül minden nap megcsinálnak egy Ironman-t. Vagyis lefutnak, ugye? Mennyit futnak? Hát egy maraton kell lefutni. Hát a klasszikus Ironman, az 3,6 kilométer. Úszás, 180 kerékpározás és egy maraton. És ezt megcsinálják, nem tudom, 30 napon keresztül, és ebben most két magyar van az élen. Bizony. Ugye? Jézus. Még van hova fejlődni. Nagyon komolyak vagyunk. De azért Csabi is fejlődik. Már nem erre készülök azért. Ólomen. Mi vagyok? Ólomen. Ólomen, mert nála nem a tempó lényeg. Hívjuk a naphallgatóját. Zia bankos, azt írja, van egy 100 dollár. Morning show. Jó reggelt, hello. Hello, sziasztok. Hello, na, küldtél nekünk SMS-t, nem írtad alá, hogy hívnak? Attila vagyok. Hello Attila, ugye arról beszéltünk, hogy egy kutya megevett 500 dollárt nem egyben, hanem 100 dollárosokban, és megnéztük, hogy mit csinál a víz, meg a folyadék, meg némi kis gyomor nedva pénzzel. Tettünk egy ilyen kísérletet, hogy az 500-as beraktunk egy pohár vízbe, hogy mi lesz vele, semmi nem lett velem. Te azt írtad, élő adásban pénzmosás, tökös gyerekek vagytok. Köszönjük. Így már értem, hogy miért van neked vendégemeleted, és miért nem csak vendégszobát. Ugye, mi élő adásban mosunk pénzt, ennyi, igen. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Oké, köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello. Mi a recept, Feri? Egy elragadóan bájos, egy szexi, egy csodálatos pulykacomb. Na! Egyben van, fokhagymával, és mézzel kapaszkodj meg, fokhagyma, méz, a megfázás... Most mi van? Hát azt mondom, hogy szenzációs. Tehát a megfázásokra való tekintettel ezzel, egy nagyon különleges, tehát tényleg nagyon finom, puhára lesz főzve, és akkor ezt lehet szépen tálalni. Van hozzá köröt, és ezt nem mondom, mert abba belekötsz. Azt nézzétek meg, mi van benne? Sáfrány? Nem, csak az alapanyaga, ami hát nyilván értelmezhetetlen a számotokra, a bulgur. Hát lehet kapni, bárhova bemény, ne csináld, lehet kapni a bulgurt. Gyerekek, én nem állok neki hétvégének egy jó bulgur. Felteszi a bulgáriát, érted? Igen, a bulgur. A bulgárit és megfőzi a bulgur. Nem is értem, ezek közhelyes dolgok a bulgur. Búzatöret úgy hívják magyarul egyébként, de törökrisként szoktad kapni, hogyha elmész. A török ajánlja, persze. Igen, na az a bulgur. Zseni. Az a bulgur, és hogy ne krumpli legyen mindig meg rizs, mint amit szoktunk csinálni, már nem én, hanem úgy nagy átlagszerte.
akkor azért van egy ilyen B-verzió. Jó, fönt van a fotó is, meg a leírás is, és tök egyszerű a Facebookunkon, a Morning Show Facebookon. Tizen akárhány évvel ezelőtt még a pulyka volt az egyik kedvenc húsa. Sokan nem nagyon szeretik. Nagyon szeretik. Én is imádom. Nagyon finom. Szalonnával, füstölt szalonnál, fokhagymával megspékelve. Ennyi. Ez tényleg jó. Visszatér, figyelj. De hogy? Ez egy 14 éve volt. Igen. Csabi, kámra meg zenéjt lesznek? Hát most akkor ott az utcánban a munkásoknak hadd küldjek, jó? Jó, Selena Gomeznek biztos örülnek. Na, csak azért szeretik. Selena Gomez nagyon jó csaj, meg hát jól is énekel szerintem. Ez a Coming At It, ez az újdonság, ez jó. Úgyhogy adom nekik. Oké, okay, Csabi, jön a kívánság műsora, mindenkinek jó hétvégét. Hétfőn jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao!